Jó napot kívánok, engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsük Önöket ismét ebben a sokkal közvetlenebb, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára ideálisabb helyzetben. Reméljük, hogy ez most már így is fog ismét maradni a mai kormányinfón. Megszűnt a veszélyhelyzet, járványügyi készültség, viszont a helyébe lépett ennek. Ezzel kapcsolatban is fontos döntéseket hozott tegnap a kormány. Erről kérem meg Gulyás miniszter urat, hogy tájékoztassa Önöket, és utána persze következnek a kérdések most már akkor személyesen. Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntök mindenkit újra a normális keretek között. Mondhatnám azt is, hogy sose gondoltam volna, hogy még Önök közül is mindenki hiányozni fog az elmúlt hetekben. Mindenesetre ez azt is jelenti, hogy a veszélyhelyzet véget ért, és valóban néhány órával ezelőtt, tegnap éjfélkor, 98 nap után Magyarország történetében először az egész ország területére elrendelt rendkívüli jogrend véget ért. Azt mondhatjuk összegzésként, és tegnap a kormány részleteiben is értékelte a mögöttünk hagyott 98 napot, döntött azokról a teendőkről, amelyeket a járványügyi készültség miatt most is tenni kell, azokra az intézkedésekről, védelmi intézkedésekről, amelyeket indokolt fenntartani, és a gazdaság helyzetével is foglalkozott. Tehát mindezekre tekintettel azt tudom értékelésként mondani, hogy Magyarországon a védekezés sikeres volt, sikeresebb, mint Nyugat-Európa számtalan államában, és a rendkívüli jogrend is rövidebb volt, mint Európa országainak többségében. Időben tudtunk döntéseket meghozni, és a járvány megjelenéséhez képest sokkal korábban hoztunk fontos korlátozó intézkedéseket, mint az olaszok, az osztrákok, a belgák, vagy akár a spanyolok. A rendkívüli jogrend tette azt lehetővé, hogy a kormány azonnal és hatékonyan cselekedjen. Szeretnénk 98 nap elmúltával köszönetet mondani az operatív törzs valamennyi munkatársának, tagjainak, különösen Müller Cecília tisztifőorvosasszonynak. Szeretnénk köszönetet mondani a helytállásért az egészségügyben dolgozóknak, a szociális szféra dolgozóinak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak, a kormányhivatali dolgozóknak és mindazoknak, akiknek a megfeszített munkája tette azt lehetővé, hogy az ország a veszélyhez képest kisebb veszteségekkel élje túl ezt a nehéz időszakot. A védekezés azért lehetett sikeres, mert nemzeti egység jött létre. Az új fejlemény az, hogy az ellenzék nélkül is létrejöhet nemzeti egység. Nem ezt szerettük volna, arra törekedtünk, hogy legalább a bajban, legalább egy fenyegető járványhelyzetben politikai egyetértés jöhessen létre, de tudomásul kellett vennünk, hogy ehhez az ellenzék nem tudott hozzájárulni. A védekezésben résztvevők nemtelen támadása, az ország külföldön történő folyamatos lejáratása és kamu videó készítése morálisan is különösen elfogadhatatlan alantas cselekedet. Azt tudjuk mondani, hogy reméljük nem tér vissza a vírus, bár a második hullám veszélye reális, ma mindenki erről beszél Európában. Azt viszont szeretnénk, hogyha még egyszer az ország hasonló veszélyhelyzetbe kerül, akkor a nemzeti egység mellett politikai egység is létrejöhetne. A rendkívüli jogrend véget ért, járványügyi készültség lép a helyére, ezt a kormány 6 hónapra hirdette ki, de 3 havonta felül fogja vizsgálni. A különbség egyértelmű és világos, rendkívüli jogrend időszakában a kormánynak törvényalkotási lehetősége van, törvényi szabályozástól szabadon kormányrendeletekkel térhet el, a szükségesség és arányosság mércéjére figyelemmel, és alapjogok korlátozására, sőt felfüggesztésére is lehetőség van, mint amilyen a kijárási tilalom vagy kijárási korlátozás. A védekezés második fázisában csak az indokolt védelmi intézkedéseket tartjuk fenn. Az operatív törzs továbbra is működik, a kórházak irányítási rendje is változatlan, a maszk használat szabályai maradnak, ez azt jelenti, hogy itt még nincsen enyhítés. Az idősek számára úgy gondoljuk, hogy a maszk használat védelmet jelent, ezért a boltokban a vásárlási idősávokat eltöröljük a mai nappal. A mostani terveink szerint augusztus 15-éig a zene és táncos rendezvényekre vonatkozik az 500 fős korlátozás, de ezt is a kormány időről időre felül fogja vizsgálni. Ami a határon
való áthaladást illeti. Ott az Európai Bizottság is azt javasolja, és a magyar kormánynak is az álláspontja, hogy az Európai Uniós tagországok között a határok szabad átjárását a lehető leghamarabb lehetővé kell tenni. Magyarország ennek megfelelő döntést hozott. Úgy gondoljuk, az Európai Unió tagjai esetén, illetve az EGT tagállamok esetén, Svájc, Norvégia, Liechtenstein, Izland esetén indokolt a határok felszabadítása, tehát a szabad átjárás biztosított lesz. Szerbiával pedig Magyarország már korábban megegyezett, tehát ott is a szabad átjárás, ott az Európai Unió egyik külső határán a korábbi szabályok szerint biztosított. A menekültügyi kérelmek benyújtására a szomszédos nem Európai Uniós tagállamok nagykövetségein van lehetőség, és azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt hónapokban, április hónapban a határok teljes zárása miatt a migráció gyakorlatilag megállt, májusban azonban az adatok már aggasztóbbak, azt reméljük, hogy az Európai Unión belül a határok átjárhatósága az nem jelenti azt, hogy délről ne lenne védett, vagy ne tudnánk továbbra is a határokat tartani. Magyarország képes erre, annak örülnénk, az Európai Unió többi országa, különösen a görög-török határa vonatkozóan ezt a biztonságot garantálná. A kormány a gazdasági helyzetről is tárgyalt. Az első szakaszán a védekezésnek túl vagyunk. Úgy látjuk, hogyha mindenki a fennmaradt védelmi intézkedéseket betartja, akkor továbbra is csökkenni fog az aktív fertőzöttek száma, de ezt újra és újra vizsgálni fogjuk, és hogyha változás van, akkor természetesen szigorítások is lehetnek. Ma a virológus szakemberek véleménye szerint inkább arra kell számítani, hogy ha lesz második hullám, mindent meg kell tenni azért, hogy ezt elkerülhessük, de ha lesz második hullám, akkor a szeptember-októberben lehetséges. A nyári meleg a vírus terjedését biztos, hogy lassítja, hogy milyen mértékben erről is viták vannak, de ma azt tudjuk mondani, hogy azzal számolunk, hogy az aktív fertőzöttek száma kisebb-nagyobb megugrásokkal, tehát lehet, hogy farkasfogszerűen, de összességében a következő hetekben csökkenni fog. Ezért is kérjük mindenkitől, hogy a megmaradt védelmi intézkedéseket mindenki tartsa be. Ami azonban előttünk áll, az a gazdaság helyzete. Pontosan tudtuk a járvány kitörésekor, és talán itt kormányinfón is eléggé egyértelművé tettük, hogy a munkaerőpiacra, a gazdaság idei évi teljesítményére az a teljes leállás, amit a vírus elleni védekezés rendkívül jogrendi időszaka jelentett, az komoly hatásokkal fog járni. Ma nagyon eltérőek az előrejelzések, a mínusz 7%-tól a plusz 2-3%-ig terjednek az idei gazdasági növekedésre vonatkozóan. Ez a költségvetés bevételei szempontjából körülbelül 2000 milliárd forintot jelent, tehát az idei költségvetési tervezés is ilyen szempontból bizonytalanabb, és a jövő évi bázisról sem tudunk ma még pontosat mondani. A kormány hivatalos várakozása az továbbra is a pénzügyminisztérium által jelzett mínusz 3%, tehát 3%-os recesszióval számolunk. Ha belegondolunk, hogy a költségvetés tervezésekor senki nem vitatta, hogy a 4% körüli növekedés megalapozott, azt hiszem, hogy a legpesszimistább jóslat az 3,2%-os növekedés volt, akkor könnyű belátni, hogy a költségvetés mozgásterét az idei évben milyen mértékben mérsékli a válság. Az eddigi intézkedéseket a kormány a tegnapi nap megtárgyalta, és azt tudjuk mondani, hogy a legutóbbi, legfrissebb összesítés alapján 1,2 millió magyar munkavállaló munkahelyének megőrzéséhez tudott a kormány hozzájárulni. A munkahelyvédelmi program, az adókedvezmények, a különböző versenyképesség növelő támogatási formák összességében 1,2 millió magyar munkahely megőrzéséhez járultak hozzá. Ennyit tudok mondani most a tegnapi kormánydöntésekről és az elmúlt 98 nap értékeléséről. Ezen túlmenően szeretném a kormány nevében őszinte együttérzésünket kifejezni Kárpáti György és Benedek Tibor családjának. A magyar sportéletet rendkívül veszteség érte az elmúlt 24 órában. A magyar vízilabda két ikonikus alakja távozott, akik két különböző korszakot jelentettek meg. Összességében 3-3 olimpiai aranyérmet nyertek, sőt Kárpáti György Gyarmati Dezső segítőjeként a montreali győzelemnek is részese volt, tehát a 9 magyar olimpiai aranyból 7-ben voltak személyesen is érintettek azok a vízilabdázók, akik az elmúlt 24 órában hunytak el. Különösen fájdalmas az, hogy Benedek Tibor 47 éves volt. A kormány nevében szeretném együttérzésünket kifejezni a családnak.
Köszönöm szépen, vannak kérdések, akkor válaszolom. ATV. Köszönöm, Csua Ildikó vagyok, az ATV-től. Miniszter úrnak mi a véleménye arról, hogy az önök, pontosabban az Orbán kormány volt minisztere, Pálinkás József gyűjtést indított a Lánchíd felújítására. Ő azt írta ki a Facebookon, hogy már megunta a méltatlan és kicsinyes politikai játszmákat, és egy napi bevételt kér azoktól, akik támogatnák az újjáépítést. Egyetértünk Pálinkás elnök úrral, volt miniszter úrral abban, hogy mi is unjuk a méltatlan és kicsinyes vitákat. A főváros anyagi helyzete annak köszönhetően, hogy Tarlós István főpolgármestersége alatt az adósságot, a főváros adósságát elengedtük, és jelentős forrásokat is sikerült felhalmozni, kifejezetten jó. Tehát, hogyha a baloldal adja át az ország vezetését, sőt sok esetben sajnos, tisztelt a kivételnek, de városok vezetését is, akkor általában előtte az adott várost, vagy éppen az országot kifosztja. Most a helyzet éppen ennek az ellenkezője. A fővárosi önkormányzatnak csak államkötvényben, hosszú és rövid lejáratú államkötvényben 180 milliárd forintja van ma. Ehhez képest a kormány egy fővárosi feladathoz továbbra is biztosít, ahogy Tarlós főpolgármesterről megállapodtunk, 6 plusz 1 milliárd forintot. Ennek ellenére semmilyen előkészület azóta, hogy az új főpolgármester úr hivatalba lépett, nem történt. Mi azt szeretnénk, hogyha ezek a méltatlan viták lezárulnának, és ha máshonnan nem, akkor a kormányzati támogatásból és abból a 180 milliárd forintból, ami örökségként rendelkezésére áll a fővárosnak, hozzákezdenének végre a politikai viták helyett a Lánchíd felújításához. De Pálinkás Józsefnek ez a Facebook bejegyzése, illetve a kritika önök felé is szól. Tehát ő azt mondta meg, hogy a kormány és a főváros között folyik ez a játszma, politikai játszma. Ön hajlandó a egy napi jövedelmét ebbe a Pálinkásféle Lánchíd felújítási alapba befizetni? A mi részünkről játszma nem folyik, hogy a kérdésre röviden válaszoljak, hogy ha a karácsonyi főpolgármester azt mondja, hogy ebben az esetben megvalósul a Lánchíd felújítása, akkor minden további nélkül. Nem én vagyok hivatott Pálinkás elnök úr szavainak az értelmezésére. Én úgy gondolom, és feltételezem, hogy e tények ismeretében ő is hasonlóképpen gondolná, vagy gondolja, hogyha egy városnak van egy olyan hihetetlenül értékes hídja, műemléke, az épített örökségnek egy olyan gyöngyszeme, mint amilyen a Lánchíd Budapesten, akkor ennek a felújításáért mindent meg kell, hogy tegyen. Ha ehhez még kap kormányzati támogatást is, az jó. Miután mi Tarlós főpolgármesterről megegyeztünk, hogy milyen támogatást adunk, ezt a főpolgármester választás eredményétől függetlenül az új főpolgármesternek is felajánlottuk és fenntartjuk. Azt tudjuk mondani, hogy Tarlós főpolgármester úr több mint 200 milliárd forintnyi tartalékkal adta át a várost, ma is 180 milliárd forint állampapírban rendelkezésre áll a fővárosi önkormányzatnál. Ebből egyébként, hogy korrekt legyek, 39 milliárd forint az egy hitelből származik, de ha ezt levonom, akkor is 140 milliárd forint az, ami állampapírban nem hitelformájában áll rendelkezésre. Nem látom, hogy mi az oka annak, hogy nem kezdődik meg a fővárosban a Lánchíd felújítása, ha csak az nem, hogy a főváros szívesebben folytat politikai vitát, sem mint hogy felújítsa a Lánchidat. Tehát akkor ebbe az alapba ön befizeti az egynapi jövedelmét, vagy sem? Ha lesz értelme, tehát ha a főpolgármester azt mondja, hogy ha én egynapi jövedelmet befizetem ebbe az alapba, akkor a Lánchíd felújítás megkezdődik, akkor állok rendelkezésre. Köszönöm. A budapesti Fidesz műbalhénak minősítette azt, hogy Karácsony Gergely teljesen kiakadt, mert föltettek a budapesti Fidesz Facebook oldalára egy fotót, ahová Szálasi feje helyett beretusálták Karácsony Gergely fejét. Önnek erről mi a... Le is vették utána, de mégiscsak kikerült. Önnek erről mi a véleménye, miniszter úr? Az a véleményem, amit a budapesti Fidesz egy közleményben le is írt, hogy nyilván aki föltette, az nem volt tisztában azzal, hogy az eredeti kép kitábrázol, ezért ez nem volt helyes, levették. Azt arra a kettős mércére azonban szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor néhány évvel ezelőtt tüntetni voltunk kénytelenek, mert az egyik baloldali lap Hitler tábrázolta, akkor sok ellenzéki képviselőt, vagy akár Karácsony polgármester, akkor még polgármester urat nem láttam ott. Tehát az a sírám, amit ő a Facebook oldalán leírt, az sajnos tényszerűen nem igaz. Az,
mert hogyha igaz lenne, akkor ha a politikai ellenfeleivel szemben tesznek ilyet, mint ahogy írta, akkor részt vett volna ebben a tiltakozásban. Nem emlékszem arra, hogy bármikor tiltakozott volna, és akkor még nem beszélek arról a mondjuk felhatalmazási törvényezésről, ami nyilvánvalóan náci időszakra utal. Most már láthatjuk, hogy minden alap nélkül, és az egész ellenzék egy emberként szajkózta az elmúlt hónapokban. Tehát itt is azt látjuk, hogy természetesen a budapesti Fidesz Facebook oldalának kezelője elkövetett egy hibát, ezért a budapesti Fideszt felelősség terhelte, akik ezt vállalták, levették azonnal a képet, ugyanakkor a politikai ellenfeleink ugyanezt megengedik maguknak, akkor ők büszkék arra, amit tettek. De nem kellett volna elnézést kérni Karácsony Gergelytől, ahelyett, hogy még bírálják? Bocsánat, nem értettem jól a kérdést. Hogy nem kellett volna esetleg elnézést kérni emiatt a malőr miatt Karácsony Gergelytől, ahelyett, hogy neki rontottak? Két dolgot válasszuk külön. Ami történt, az nem helyes. Szeretnék egy olyan politikai életet Magyarországon, azonos mércék érvényesülnek, és ebben az esetben indokolt Karácsony Gergelytől azoknak, akik ezt tették, elnézést kérni. De azért arra, hogyha valaki nem nagy híve a kettős mércének, akkor nehéz nem tekintettel lenni. Hogyha pontosan ugyanezt a másik oldalt csinálja, akkor ők még büszkék is rá. Karácsony Gergely pártjából az elmúlt hónapokban nagyon sokan a lehető legdurvább vádakat fogalmazták meg valótlanul a kormánnyal szemben itthon és belföldön, a felhatalmazási törvényezéstől kezdve. Az elmúlt években megszámlálhatatlan példát tudok arra mondani, hogy különböző náci vezetőkhöz hasonlították az állam, a magyar állam vezetőit. Akkor nem emlékszem, hogy Karácsony Gergely tiltakozott volna. Tehát a kettős mércére való figyelemfelhívás ugyanúgy indokolt, mint adott esetben az elnézést kérés. Tűzi játék, kedden miniszter úr egy sajtótájékoztatón nem tudott még semmilyen összeget mondani arra, hogy a tűzi játék, ha augusztus 20-án ez valóban megrendezésre kerülhet, akkor mennyibe fog kerülni, és ki dönti el azt, hogy a Lánchídról indítható lesz-e? Ez. Hát, ha lesz tűzi játék, akkor meg fogjuk mondani, mibe kerül, de először arról kell dönteni, hogy lesz-e tűzi játék. A Lánchídról ahhoz ragaszkodnak önök, vagy nem, ki dönt ebben a kérdésben? Tartozom azok közé, akik a rakétákat lövik ki tűzijáték idején, de ahogy, és ne zárjuk ki, hogy egyszer még ez is eljön, ahogy ebbe a körbe akkor tartozom. Akkor petárdákat, bocsánat. Azt se szoktam, tehát. Kata, Parag László, az Iparkamara elnöke felvetette, hogy módosítani kellene a kataadózást. Önök mit gondolnak, ez 2021-től bevezethető-e, indokolt-e valóban a felülvizsgálata? A most a költségvetéssel párhuzamosan benyújtott adótörvény javaslatcsomagban ez nem szerepel. De valóban, ahogyan említi, ebből a kormány pillanatnyi véleménye kikövetkeztethető. Én egyetértek egyébként azzal, hogy a kata szerkezetét, az igénybevőket érdemes lenne áttekinteni, de a kormány úgy foglalt állást, jelenlegi helyzetben a gazdasági stabilitás a legfontosabb, ezért nem változtattunk a szabályokon. Látjuk azt, hogy talán szélesebb kör, még talán azt is mondta, hogy időnként visszaérésszerűen vesz igénybe a katát, az eredeti szándéknak megfelelő kör venni igénybe, akkor szerintem érdemes lenne akár az összeghatárokat is növelni. De ez most itt az együtt gondolkodás jegyében hangzott csupán el, mert a kormány a jelenlegi gazdasági helyzetben nem akart egy egyébként sikeres adónemnél változtatni, úgyhogy a szabályok változatlanok lesznek. Köszönöm. Az utolsó kérdésem, hogy mikor megy szabadságra a kormány, illetve ugye önök azt mondták, hogy ha lehet, akkor mindenki nyaraljon itthon. Ön hol fog nyaralni? Július 20-ától mehet szabadságra a kormány, addig biztosan dolgozunk, vagy július végén, vagy augusztus elején lesz még kormányülés, és utána pedig az augusztus 20-i héten, tehát a 14-ével kezdődő héten már szintén az augusztus 20-i ünnepkörben meghívások és kötelezettségek miatt mindenki itthon lesz. Tehát ez a két időszak van, az augusztus 20 és július végén, augusztus elején tervezett kormányülés közötti időszak, illetve az azt követő időszak. Még nem tudom, hol nyaralok, de ahogy mindenkit arra biztattam, hogy nyaraljon belföldön is, úgy én is fogok belföldön is nyaralni, és nem tudom, hogy fogok-e külföldön, de ha igen, akkor megosztom önökkel. És kormány szóvivő? Én is alapvetően belföldi nyaralás.
megoldásban gondolkodom, úgyhogy én már össze is állítottam magamnak fejben egy listát arról, hogy mi az, amit itthon érdemes felkeresni, mert esetleg kevésbé ismert belföldi helyek. Akár a Bakonyt nagyon jó szívvel javaslom mindenkinek, az Őrséget, sőt vannak nagyon különleges fejlesztések is az elmúlt éveknek köszönhetően, lombházak és egyéb izgalmas dolgok, úgyhogy szerintem ezeket érdemes lesz kipróbálni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Magyar Nemzet. Patyanás, Magyar Nemzet. Az első kérdésem a Lánchíddal, illetve Karácsony Gergellyel lenne kapcsolatos. A főpolgármester az augusztus 20-i ünnepségek állami támogatását is a felújításra fordítaná. Erről mi a véleménye a kormánynak? Mondhatnám itt a korábbi válaszomat részben megismételve, hogy mi pedig a fővárosnál rendelkezésre álló 180 milliárd forintnyi állampapírt fordítanánk, vagy annak egy minimális részét, mert egy tizede is nagyjából elég lenne a Lánchíd felújítására. Az augusztusi ünnepségekkel kapcsolatosan pedig szintén csak elismételni tudom, amit mondtam, egyenlőre abból összegeket nehéz lesz a Lánchídra fordítani, mert a kormány abban maradt, hogy járványügyi helyzetet értékelni fogja július közepén, ha biztonságosan megtart az augusztusi ünnepség, tűzijáték, akkor megtartjuk, hogyha nem, akkor nem. Arra viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha Budapest vezetése valóban abban érdekelt, hogy a budapestiek jól éljenek, akkor ez nehéz lesz turizmus nélkül. Budapesten mérséklődtek a legnagyobb arányban a turisztikai bevételek. Ez a város a magyarországi turizmusnak a célpontja. Hogyha újra akarjuk indítani a gazdaságot, és ennek egyébként a turizmust is, ami közvetetten egyébként a GDP 12%-át adja, és közvetlenül is azt hiszem 7%-át, akkor ahhoz kifejezetten szerencsés lenne egy komoly augusztus 20-i ünnepség, ami nem csak Budapesten lenne, hanem természetesen a megyei jugú városokban is, és nem csak a tűzijátékra koncentrálna, hanem számtalan más több napig tartó élvezetes és Budapestre látogatókat bevonó rendezvényre. Köszönöm. A főpolgármesterrel kapcsolatban nem lehet elmenni amellett sem, szerintem, hogy a Churchill szobor összefirkálása kapcsán a Facebook egy Facebook bejegyzésében támogatását fejezte ki a Black Lives Matters nevű szervezet iránt, ami sokak szerint terrorszervezet, illetve elég szélsőséges eszméket képvisel. Erről esetleg tudná mondani valamit, értékelni ezt a megnyilvánulást? Abban egyetértünk a főpolgármester úrral, hogy a Churchill szobornak az összefestése az helytelen és elfogadhatatlan. Ugyanakkor valóban az ön által is érzékelt ellentmondás abban van, hogy ez az Amerikából indult, lassan-lassan, talán Nyugat-Európában is gyökeret eresztő mozgalom céljai és céljából és tevékenységéből egyenesen következik az, ami történt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a Churchill szobrok és a Black Lives Matter között választani kell. Köszönöm. Vagy Black Lives Matter, vagy Churchill szobor. A kettőt nehéz összeegyeztetni. Értem. Hol tart annak a törvényjavaslatnak a tárgyalása, ami a gyöngyöspatai szegregációs bizniszt, illetve hasonló pénzgyűjtési akciókat próbálna megakadályozni? Most tárgyalja az országgyűlés ezt a javaslatot, a kormánynak továbbra is az a célja, hogy egy jogerősítélettel már nem tudunk mit tenni, azt végre kell hajtani, de az ezt követően előálló hasonló esetekben, ha és amennyiben személyiségi jogsértést követel az adott iskola, az adott önkormányzat, mint iskolafenntartó, vagy most már egyébként a Klebersberg központ, mert itt ugye az első időszakban még az önkormányzat volt a fenntartó, aztán lett a Klebersberg központ. Tehát hasonló esetekben oktatásban kell a kártérítést megállapítani, mert eleve úgy lehet a károkat valóban mérsékelni, és mindannyian érezzük, hogy azt senki nem fog segíteni, sőt a helyi viszonyokat ismerve, például a országgyűlési képviselőnk szerint még ártani is fogam most ott történik. Győztesei nincsenek a történetnek, csak vesztesei, még ha látszólag pernyertessége a másik oldalon áll fenn, akkor sem. Köszönöm, és még egy utolsó kérdés, hogy tervezi a kormány, hogy valamilyen módon segít a kárpátaljai magyar kisvállalkozóknak, ugye akik rendkívül nehéz helyzetben vannak a pandémia után, az ukrán kormány nem igazán segíti őket, sőt még nehezíti is a helyzetüket, tehát ezzel kapcsolatban van-e valamilyen terv?
Természetesen vannak ilyen terveink. Ugye általánosságban az elmúlt években a magyar gazdaságpolitikának az egyik fontos célja volt, hogy a magyar vállalkozásokat biztassa arra, hogy lehetőleg a határainkon kívül, különösen egyébként ott, ahol magyarok élnek, fektessenek be. A Külügyi és Külgazdasági Minisztérium 25 milliárd forinttal fogja pályázati úton támogatni azokat a magyar vállalkozásokat, akik a határon túli beruházásokat megvalósítják, vagy határon túli beruházásokat valósítanak meg, és legfeljebb 800 000 eurónyi támogatást kaphatnak. Úgy gondoljuk, hogy egyébként akkor, amikor munkahelyvédelemről beszélünk, akkor nem csupán arról van szó, hogy az alkotmány szerint felelősséget viselünk a magyar nemzet tagjaira akkor is, hogyha határon túlélnek, hanem arról is, hogyha az államnak van lehetősége ilyen forrásokat felszabadítani, akkor most lehet a gazdaság területén is előrelépni, és később Magyarország számára és a magyar vállalatok számára is jelentős profitot hozhat, hogyha egy olyan időszakban tudnak terjeszkedni, amikor egyébként a mindenhol Európában munkahelyteremtés nehézségével küzdenek. Köszönöm szépen. Pesti srácok. Köszönöm szépen, Tisucki Flóra, pesti srácok. Az első kérdésem az lenne a miniszter úr felé, hogy a Szeviép ügyben, ugye egy felmentő ítélet eredményeképpen menesztették a szegedi törvényszék elnökét, Tárkány Szűcsba Bettet, és hogy ön szerint az lenne a kérdésem, hogy a Szeviép ügynek, illetve a Botka féle korrupciónak milyen további következményei lehetnek, illetve hogy mi lehet ennek, ennek az ügynek majd az üzenete a későbbiekben. Ugye az az ügy, amiről beszélünk, az nem vett jó fényt a magyar bíróságokra, de valójában egy bíróságon, Szegeden történt. Ezért szerintem helyes intézkedés volt, hogy az országos bírósági hivatal elnöke teljes körű vizsgálatot rendelt el, a vizsgálat megállapításait pedig megküldte a legfőbb ügyészségnek. Ha jól tudom, akkor az ügyészség pillanatnyi döntése alapján nem látok ott feljelentés megtételére. Az biztos, hogy mindenki, mindannyiunknak az a közös érdeke, hogy a bíróságok és a bírák pártatlanságába vetett hit az ne inokhasson meg egyetlen percre sem. Ezek az ügyek alkalmasak voltak arra, hogy ezt megingassák, hogy történt-e bűncselekmény vagy sem, az pedig a bírósági vizsgálatnak, majd ezt követően az ügyészség véleményének kell eldönteni. Következő kérdésem az lenne, hogy ön szerint meddig kell várnunk arra, hogy megtudjuk, hogy kik és ki a felelős a Pesti úti idős otthonban történtekért? Több folyamatban lévő vizsgálat is van, és van, ami lezárult, ahol a fővárosi kormányhivatal megállapította a fenntartónak, a fővárosi önkormányzatnak a felelősségét. Ha pontosak az információim, akkor ezekkel a határozatokkal szemben a fővárosi önkormányzat bírósághoz fordult, tehát itt is majd a magyar bíróság az, ami a végső szót kimondhatja. A pillanatnyi hatósági vizsgálatok azok a fenntartó felelősségét állapították meg, és ismerünk több hiányosságot is, például, hogy szerződéses orvos a kérdéses időszak egy részében nem volt az intézményben. Egy Lánchídhoz kapcsolódó kérdésem lenne a következő, hogy mi a véleménye miniszter úrnak arról, hogy tégla jegyet szeretne, vagy lehetne vásárolni a Lánchíd felújítására, ugye felvetette ezt a főváros, és hogyha megnézzük, enyhe túlzás, hogy lassan egy éve főpolgármester Karácsony Gergely, és még a közbeszerzési eljárás sem írta ki, akkor ezt hogyan lehetne kommentálni ennek a dolognak az összefüggésében? Úgyhogy nem látjuk, hogy a főváros egy politikai vitát akar a Lánchídból, vagy pedig fel akarja újítani a hidat. Ha Tarlós István lenne a főpolgármester, akkor folyna a Lánchíd felújítása, és egy bő év múlva befejeződne. Ehhez képest valóban a közbeszerzés eredményéről sincsen semmilyen tudásunk, ismeretünk. És egy utolsó kérdésem lenne, hogy tegnap volt az operatív törzsnek az utolsó tájékoztatója, ugye Müller Cecília országos tisztifőorvos asszonyt az elmúlt időszakban, hónapokban nagyon sok kritika érte, nagyon sok mém született karikatúra, és hogy önnek esetleg van-e olyan mémje, ami talán a kedvence lett, illetve ön szerint melyik volt az a legaljasabb támadás, amelyet a tisztifőorvos asszonnyal szemben intézett az ellenzék. Köszönöm szépen. Én önmagában a támadásnak azt az irányát tartottam inkorrektnek, ami a tisztifőorvos asszonyt a politikába kívánta bevonni, hiszen ő szakmai irányítója volt a védekezésnek, vagy egészségügy szakmai irányítója volt a védekezésnek, és azt szerintem kiválóan látta el, amiért tiszteletet és megbecsülést érdemel, és kétségkívül ezt nem mindenkitől kapta meg. A kaspós viccek azok jók voltak.
RTL Klub. Borák Anita vagyok az RTL híradótól. Az Európai Bíróság ma ítéletet hozott arról nem sokkal a kormányinfo előtt, hogy a 2017-ben meghozott civil szervezetekről szóló törvény sérti az uniós jogot, és így vissza kellene azt vonni. Vissza fogják-e vonni ezt a törvényt? Az Európai Bíróság ítéleteit eddig is tiszteletben tartottuk, ahogyan a magyar bíróságok, alkotmánybíróság ítéleteit is, ugye ezután is tiszteletben fogjuk tartani. Ugyanakkor az ítéletet, miután én is néhány perccel a kormányinfo előtt értesültem, az éppen nem meglepetésszerű ítéletről, hiszen a főtanácsnoki véleményt ismertük, azt át kell tanulmányozni. Ami a korábbi főtanácsnoki véleményt vélemény ismeretében elmondható, az az, hogy fontos ügyekben egyébként a magyar államnak adott igazat az indokolás, konkrétan az alkalmazott intézkedést tartotta jogsértőnek, tehát a nyilvánosság, átláthatóság témakörében, és szerintem az egész jogszabály ezt szolgálja, ott megerősítette a magyar állami igény jogosságát, nem tartotta megfelelőnek az alkalmazott módszert, úgyhogy tanulmányozni fogjuk az ítéletet, és annak megfelelő jogalkotással fogunk élni, ami az eredeti céljainknak is megfelel, ugyanakkor megfelel az Európai Bíróság ítéletének is. Tehát akkor például elképzelhető az, hogy azt a címkét, amit magukra kell aggatniuk a külföldről támogatást kapó szervezeteknek, azt ezen túl nem kell? Vagy milyen változások várhatóak a törvényben? Abban a kérdésben nehezen tudok pillanatnyilag állást foglalni, hogy az ítélet tehát milyen formában kell végrehajtani, mert ha jól emlékszem, akkor kb. 9 óra 40 perckor jelent meg az MTI hír az ítéletről, ezért nem volt lehetőségem a kormányinfo előtt elolvasni. Ez tudom, hogy súlyos mulasztás, de talán elnézhető. De ha a következő kormányinfón is meg tetszik tisztelni a kérdéssel, akkor egészen pontos jogi választ fogok adni. Egyet tudok ma rögzíteni, hogyha a főtanácsnoki indítvány indokolásával egyezik az ítélet indokolása, akkor az Magyarországnak azokat a céljait helyesnek tartja, ami az átláthatóság és elszámoltathatóság körében a törvényjavaslatnak az eredeti célja volt. És az alkalmazott eszköz pedig nem tartja megfelelőnek, ezért akkor az eredeti célok jegyében olyan eszközt kell választani, ami megfelel az Európai Bíróság ítéletének is. Köszönöm. A Kuka Holdingról szeretnék kérdezni. A kormány a jövő évi költségvetésben 50 milliárd forintot szán arra a célra, hogy a Kuka Holdingnak a díj fizetést lehet, amit beszednek a lakosságtól díjat, vagy a szemétszállításért, és ami azokra a feladatokra, amit ez nem fedez, biztosítják ezt az 50 milliárd forintot. Korábban a kormány azt mondta, hogy azért jó ez az átszervezés, mert így a rezsicsökkentés eredményeit meg lehet tartani. Miféle rezsicsökkentés az, vagy lehet azt rezsicsökkentésnek nevezni, hogyha ugyan kevesebb díjat fizetnek be azok, akik fizetnek a szemétszállításért, de ez nem elég arra a feladatra, amit ellát a Kuka Holding, és ugyanúgy adófizetői pénzből kell ezt kipótolni. A rezsicsökkentés eredményének a megőrzéséhez magyarul teljesen nyíltan, hogy ne legyen áremelés, ahhoz ma a kormánynak legalább évente 50-60 milliárd forinttal hozzá kell járulni az NHKV működéséhez. Egy másik kormány vélhetően úgy döntene, hogy megemeli a rezsidíjakat, mi nem fogunk rezsidíjat emelni. Köszönöm. Tüntetést szerveznek a Színművészeti Egyetem elé, mert féltik az egyetem autonómiáját. A jövő héten szavazhatnak arról, hogy ez az egyetem is alapítványi fenntartás alá kerül, és attól félnek, hogy a kormánynak korlátlan beleszólása lehet az egyetem ügyeiben. Mi garantálja azt, hogy ezek a félelmek esetleg nem jogosak? Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat. Tehát ha valaki elolvassa a törvényjavaslatot, akkor a helyzet pont fordított, ugyanis eddig az államnak volt befolyása az intézményre, most pedig számtalan intézmény, és látszik, hogy egyébként népszerű, elismert intézmények kerülnek abba a szerintem eddiginél sokkal jobb helyzetbe, hogy egy kuratórium dönthet a működésükről, és nem pedig a magyar állam. Tehát a magyar állam beleszólási lehetősége szűnik meg azzal a kuratóriumi szisztémával, amit több egyetemen is létrehoztunk, és a színművészetén is létre kívánunk hozni. Ez éppen az állami befolyást csökkenti, illetve nem is csökkenti, nem megszünteti. De ezekben a kuratóriumokban a kormányképviselői is bekerülnek több esetben, vagy bekerültek? Van, ahol bekerülnek, van, ahol nem. Én a Színművészeti Egyetemnél
nem nagyon tudom elképzelni, hogy a kormány képviselőjébe kerüljön, mert jogász van a kormány tagjai között, de színész nincsen. Bár lehet, hogy jó lenne, ha lenne. Miért indítottak plakátkampányt a Nemzeti Konzultáció mellé? Mi szükség van erre? De annak örülnénk, hogyha minél többen részt vennének a Nemzeti Konzultációban, és azokat az eszközöket, amelyek népszerűsítik a konzultációt, használjuk ugyanúgy, hogy eddig is használtuk. Innen is biztatok mindenkit, hogy plakátokra nézve vagy anélkül, de vegyen részt a Nemzeti Konzultációban, töltse ki és küldje vissza a kérdőíveket, hogyha van hozzá kedve. Egy másik kommunikációs eszközre is szeretnék rákérdezni, az Államkincstár nyugdíjasoknak szóló újságot, tájékoztatót kezd terjeszteni. Ez mennyibe kerül, és miért van erre szükség? Hogy mennyibe kerül, ezzel kapcsolatban az Államkincstár tud felvilágosítást adni. Én azt tudom mondani, hogy 3 havonta nyugdíjasoknak szóló újságot készít az Államkincstár. Szerintem, hogyha ez újság jó, nézzük majd a tartalmát, én még nem láttam, akkor ez egy jó kezdeményezés, ha nem, akkor meg nem kell csinálni, de remélem, hogy színvonalas és jó újságot tudnak csinálni. És a turisztikai ügynökség nem válaszol a kérdéseinkre egyáltalán soha, ezért a öntől szeretném megkérdezni. A közelmúltban megjelentek a Kisfaludi programnak az eredményhirdetései. Ebben többek között van egy olyan, támogatnak egy tihanyi hotelt is, ami az ország 3 nagyon gazdag emberének a tulajdonában van, és a G7 kiszámolta, hogy szobánként körülbelül arra az egy hotelre már 77 millió forint állami támogatást ítéltek meg arra a hotelre. Mi szükség van arra, hogy az állam egy piaci cégnek, ráadásul a leggazdagabb magyarok kezében lévő piaci cégnek a piaci beruházását ilyen nagy állami támogatással támogassa? Szemben önnel én abban az előnyös helyzetben vagyok, hogy nem a G7-tel, hanem a turisztikai ügynökségtől kapok információkat, és bár kétségkívül jobb lenne ezek közvetlen megosztása, és akkor nem nekem kellene azt megindokolni, ami nem közvetlenül tartozik, még kormányzati hatáskörbe is csak közvetetten, hiszen azért is hoztunk létre egy turisztikai ügynökséget, hogy a piac szabályi szerint tudjunk támogatásokat nyújtani. De azt szerintem vitán fölül áll, hogy akkor, amikor gyakorlatilag a belföldi turizmus leállt, akkor jött az ideje annak, hogy ahol lehet, ott újítsuk fel a szállodákat, és támogassuk azt, hogy a szállodák nagy többsége egy csillaggal többet szerezhessen, és ez amikor visszaáll a normális rend, akkor ennek megfelelően jobb színvonalon tudjon szolgáltatni, és az államnak is több bevételt jelentsen. Tehát szerintem jó időben jó célt szolgált az a pályázat, amit egyébként 37 milliárd forint értékben írtak ki. Ez a Kisfaludi 2030 turisztikai non-profit fejlesztő ZRT magánszállása és egyéb szálláshely fejlesztését célzó kiírása volt. 60 milliárdos keretösszegben és 37 milliárdot pályáztak rá. Ez 37.796 szoba megújítását jelenti. A legtöbb pályázat Somogy és Veszprém megyéből érkezett. A nekem adott tájékoztatás alapján ugye legfeljebb 8 szobával rendelkező vidéki szálláshely pályázhatott, és minden szoba felújításához mintegy 1 millió forintot adott ez a pályázati lehetőség. Tehát ez azt jelenti, hogy egy szobára ebben a támogatási körben mintegy 1 millió forint juthatott. Igen, ez az átlag, viszont ennél az egy tihanyi hotelnél már több mint 10 milliárd forintot adtak erre az egy hotelre. Melyik állami támogatást beszélünk, hogy tessék? Már csináljunk valami reklámot is, melyik hotelről? Volt Habsburg kastély, ami a Csányi Sándor, Hernádi Zsolt és Garancs István cégének tulajdonában van, és egy a tervek szerint, vagy amit a nyilvánosság tudhat azokról a tervekről, amit oda terveznek, ott egy 150 szobás szálloda készül, és erre kaptak több mint 10 milliárd forintot, tehát itt nem 1 millió forint jön ki szobánként. Igen, ez egy új szálloda, hogyha jól értem. Hát egy régi épületnek a felújítása. Igen, de akkor ezt nem a Kisfaludi program keretében kapták. A Kisfaludiba kaptak most rá 8,3 milliárd forintot, és korábban már kaptak évekkel ezelőtt több mint 2 milliárd forintot, de még abban például hiába kérdezzük, hogy miért nem indult el abból a pénzből eddig bármilyen beruházás
nem tudni. Tehát már korábban is kaptak rá, és most is kaptak rá. A konkrét esetben az ön kérdéséből azt tudom leszűrni, hogy műemléképület felújításáról van szó. Erre egyébként külön is vannak támogatási források. Ha a hotel célt fog kizárólag szolgálni, még akkor is lehet műemlékként pályázni rá, és a kisfaludi program keretében is lehet, de azt engedjem, hogy a részleteknek utána nézzek, mert nem foglalkozom egyes szállodák turisztikai fejlesztésével. Az egyébként, hogy azok, akik ennek a szállodának a tulajdonosai milyen anyagi helyzetben vannak, jó vagy rossz, a konkrét esetben vélemezem, hogy inkább az előbbi, ez nem helyesen nem játszik szerepet egy pályázat elbírálásában. Köszönöm. Annak is örülnénk, ha a turisztikai ügynökség válaszolna egyébként. Próbálok majd randevút szervezni. Köszönöm. Hír TV. Kis Lilla vagyok a Hír TV-től. A Lánchiddal kapcsolatban lenne még egy kérdésem. Karácsony Gergely Facebook posztjában azt írta, hogy a Fidesznek 9 sem év volt elég a híd felújítására, ezért fogjuk mi felújítani. Hogyan értékeli a főpolgármesternek ezt a kijelentését? Hát akkor kell egy hidat felújítani, amikor olyan állapotba kerül. Mindenki egyetértett abban, hogy a hídfelújítást időben tervezte meg a korábbi fővárosi önkormányzat. Maga az akkor még ellenzékben lévő baloldal sem vádolta Tarlós Istvánt, vagy a fővárosi önkormányzat akkor még kormánypárti többségét azzal, hogy késtek volna a hídfelújítással. Tehát egy körülbelül 15 és 30 milliárd forint közötti kiadás, mert ugye, ha jól értem, akkor ma a számok azok elkét szélsőséges összeg között vannak a hídfelújítás költségét illetően, azt szerintem nem kell idő előtt elvégezni, de amikor viszont ideje van, főleg, hogy most a fővárosnak van egy szakértői véleménye, ami azt mondja, egy korrózióvédelmi szakértői vélemény, hogy minden késedelem az jelentősen megdrágítja a felújítást és a beruházást, tehát most van az, amikor fel kellene újítani, és most van az, amikor a késlekedés az nem csupán azzal jár együtt, hogy nem tudjuk, milyen körülmények között szavatolható a hídon a biztonságos átjárás. Nem szeretnék pánikot kelteni, úgy gondolom, hogy kellő felelősségérzettel ítélik meg azok, akiknek ez a feladatuk, és akár le is fogják zárni a hidat, hogyha ez szükséges. De nem csupán ez van veszélyben, hanem hogy majd sokkal drágább lesz, azért, mert hónapokat vár a fővárosi önkormányzat úgy, hogy a birtokában van a saját maga által készített jelentésnek, ami azt mondja, hogy minden héttel és hónappal drágább lesz majd a felújítás. Tehát most időszerű, most kellett volna már elkezdeni. Az anyagi források többszörösen rendelkezésre állnak. Azért is tartom az egész vitát méltánytalannak és méltatlannak, mert mi ahhoz voltunk kénytelenek hozzászokni, hogy amikor az ország kormányzását választópolgárok bizalmából átvehettük, akkor sajnos a szocialistáktól vettük át, és az általában egy államcsőd közeli helyzet volt, de legalábbis 80% fölötti államadóság. Ehhez képest, amit Tarlós István hagyatékként átadott Karácsony Gergelynek, az a fővárosi éves költségvetés több mint 50%-ának megfelelő tartalék. Tehát mi mínusz 80%-kal vettük át az ország irányt, ők plusz 60-nal a fővárosét. Ebből a pénzből, ennek a tizedéből már rég fel lehetett volna újítani a Lánchidat, vagy legalábbis már folyamatban lenne a Lánchid felújítása. Köszönöm. Horigó. Kovács András, Horigó. A héten, június 16-án Dobrev Klára egy posztot tett ki a Facebook oldalára, amivel azzal támadta a kormányt, hogy június 16-án Nagy Imre kivégzésének évfordulója miért nem tartanak valamilyen ünnepséget, valamint emellett a köztársaság tönkretételével vádolta önöket. Mit gondol erről a bejegyzésről? Tehát az a véleményem, hogy Dobrev Klára arcátlanságban próbál versenyezni a saját férjével, mert azért mégiscsak mindennek van határa. Mi voltunk azok, akik 89 után Nagy Imre emlékét egyébként szerintem teljes körűen és korrekt módon ábrázolva ápoltuk. A jelenlegi miniszterelnök első nagy sikerű szereplése az éppen 89-ben Nagy Imre és Márti társainak újratemetése volt. Ehhez képest Dobrev Klárának kétségkívül van köze ehhez az évfordulóhoz, mert hogyha a nagyapja nem végezteti ki Nagy Imrét, akkor ez nincsen. Tehát nem gondolom azt, hogy bárki felelne a nagyapjának a cselekedeteiért, de hogy valaki finoman esetleg annyit képes közölni, hogy ő nem azonosul a nagyapja által képviseltekkel, és utána a férje egyébként
majdnem 10 évig a magyar a nagyimrét kivégeztető és arccal föld felé összedrótozva elkaparó magyar szocialista munkáspártnak volt a tagja és ifjúsági vezetője, Gyurcsány Ferenc, és ezt követően mindenféle megjegyzés nélkül saját nagyapjához való viszonyának bemutatása nélkül, vagy időnként még azt is mentegetve tőlünk félti Nagy Imre emlékét, ez a pofátlanságnak egy olyan mértéke, ahol Gyurcsánynél Gyurcsány Ferenccel tud versenyre kelni. Index. Köszönöm szépen, jó napot kívánunk, Bíró Marian vagyok az Index.hu-tól. A visszavont veszélyhelyzet, illetve a kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy milyen szabályok vonatkoznak az egészségügyi dolgozókra jelenleg, vagy dönt-e a kormány újabb szabályokról, például és elsősorban a külföldre utazásukkal, kirendelhetőségükkel kapcsolatban, vagy éppen a nekik járó ingyenes tömegközlekedéssel kapcsolatban lesz-e további döntés? Az általános szabályok álltak helyre éjféltől. Hát mindenki szabadon utazhat. Ugyanígy a kormányhivatali dolgozók is. De hogyha egészségügyi válsághelyzetet indokolt fenntartani, akkor az egészségügyi dolgozóknak például kedvezményeket is indokolt biztosítani, hogy például a munkába járásuk, ha épp adott esetben kirendelnék őket valahova, mert mondjuk mégis lesznek betegek akkor? Természetesen, ha kirendelik őket, akkor ezzel kapcsolatosan a munkaügyi szabályozás világos, hogy ennek megfelelően kell mostantól nekik a többletköltségeket megtéríteni, kirendelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Egyébként pedig megszűnt a rendkívüli jogrend, ennek köszönhetően mindenki utazhat külföldre, ugye eddig kormányhivatali dolgozóknál egészségügyben volt ilyen korlátozás, csak miniszteri engedéllyel lehetett megtenni. Én a kormányhivatal dolgozói esetében az elmúlt hetekben már minden ilyen engedélyt egyébként megadtam, de most ez megszűnik. Tehát visszáll a normális rend, az egészségügyi vagy járványügyi készültség az ebből a szempontból azt jelenti, hogy az az irányítási rend, amit az operatív törzs jelentett, illetve a kórházparancsnoki rendszer, az elsősorban készletgazdálkodással kapcsolatos, az fennmarad, hogy ha nagyobb baj van és lépni kell, akkor azonnal tudjunk lépni. Ide kapcsolódik az is, és ugyanez a téma, hogy ugye múlt hét elejétől újraindulhatott teljes kapacitással már az egészségügyi ellátás, és fokozatosan kell behozniuk a leállás okozta lemaradásokat. Van a kormánynak avval kapcsolatos információja, hogy hány műtét az, amit most be kell pótolni, és hogy ez többlet terhet róla a kórházakra, illetve kapnak-e ezért plusz finanszírozást majd? Arra kértük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy mérje fel ezeket az igényeket. Arról döntött tegnap a kormány, hogy a 65 év fölötti orvosok foglalkoztatásához a járványveszélyt követő 6 hónapban semmilyen engedélyre nincs szükség. Tehát hogy általában van egy engedélyezési eljárás, most a 65 év feletti orvosok is engedély nélkül tudnak részt venni, tehát külön erre vonatkozó engedély nélkül tudnak részt venni a kórházi munkában, és a plusz forrásokat pedig valóban fel kell mérni. A kormány készen áll arra, hogyha plusz forrásokra van szükség azért, hogy az elmaradt nem életmentő, nem sürgős műtéteket a kórházak végre tudják hajtani, akkor ezt az ehhez szükséges anyagi feltételeket biztosítani fogjuk. Azt nagyságrendileg lehet tudni, hogy hány műtét maradt el? Én pontos számot nem tudok mondani, mert minden kórházban fel fogják mérni. Szerintem 2 hét múlva lesznek adataink. Egy másik téma, de már említette, hogy augusztus 15-ig előre látható ez a létszámlimit, hogy 500 fő alatti rendezvényeket lehet már tartani. Ez élni fog, de igaziból mikor dönt a kormány, és ez augusztus 20-ával is gondolom én kapcsolatban van, arról, hogy fesztiválok, nagyobb rendezvények, kulturális rendezvények, koncertek tartatóak-e? Nyilván 500 fő felett, mert hogy ma megjelent, vagy éjjel megjelent az idevágó rendelet 500 alatra. Igen, a mostani szabály az, hogy csak zenés-táncos rendezvények 500 fő fölött nem tarthatóak. Ezt a szabályt azért augusztus 15-éig. Ezt újra és újra felül fogjuk vizsgálni. Azért jelentettük be már 2 hónappal ezelőtt, mert fesztivál szervezők tömegei keresték a kormányt, és mondták azt, hogy a saját szerződéses állományuk lezárásához arra van szükség, hogy legyen egy világos állami szabály, hogy előreláthatólag meddig nem lehetnek nagy rendezvények és nagy fesztiválok. Ezért itt nem azt a döntést hoztuk, mint minden más esetben, hogy a rendkívüli jogrend végéig előreláthatólag marad mindenféle korlátozás, hanem egy hosszabb,
az akkori és egyébként a mai tudásunk szerint megalapozott virológus szakértői vélemény alapján azt mondtuk, hogy úgy lehet számolni a nyári fesztiválokkal, hogy augusztus 15-ig nagy fesztivál nem lehet. Ezt még egyszer mondom, azért tettük, mert a polgári jogi felelősségünk a szervezőnek máshogy alakul, hogyha van ilyen szabály. A környező államokban, ahol hoztak ilyen döntést, ott is ezért hozták. De ennek ellenére ezt újra és újra felülvizsgáljuk, tehát ennek még akkor sem tartjuk fenn ezt a szabályt, hogyha korábban ezt mondtuk, ha már nem indokolt. De pillanatnyilag az volt a konszenzus a virológusokkal, hogy ezt a szabályt indokolt egyenlőre fenntartani, lehet, hogy augusztus 15-éig is indokolt. Úgyhogy a hivatalos álláspont az nem változott, augusztus 15-én vagy 16-án fog megváltozni a helyzet, addig zenés táncos rendezvény nem tartható. Ha mégis előbb azt mondják a virológus szakemberek, hogy ezt nagyobb kockázat nélkül meg lehet tenni, akkor be fogjuk jelenteni. És szintén részben idevek, nyilván a mozik, színházak azok 500 főnél kisebb területűek általában, vagy legalábbis légterűek, viszont nem tudják, és már a múlt héten újra nyithattak ezek az intézmények, nem tudják, hogy milyen egészségügyi védelmi szabályok vonatkoznak rájuk, valóban ezt nem részletezi külön az idevágó kormánydöntés, hogy például hány nézőszámmal lehet, vagy 500 fő alatt, ez teljesen mindegy, kell távolságot tartani a nézőtéren például, vagy maszkviselésnek vannak-e zárt térben bármilyen szabályai? Nem, ahol nem szabályoztuk azt, hogy maszkot kell viselni, ott a maszkviselés szabályok már nem állnak fenn. Így például egy színházban sem. Köszönöm szépen. Magyar Hírlap. Csodálni a Magyar Hírlaptól. Említettem, miniszter úr is, és már korábban is szó volt róla, hogy a menekültügyi rendszer ugye megváltozik, és a menedékkérelmeket már nem lehet a tranzitzónában leadni, mert nincsenek. Mit lehet tudni az új rendszer részleteiről? Hogy zajlik majd a végrehajtás? És érkezett esetleg jelzés az Európai Unió, illetve az ilyen magyar intézkedéseket előszeretettel figyelők részéről, hogy mit szólnak hozzá, milyen jogi következményei lehetnek még egyébként? Miután egy európai uniós döntést hajtottunk végre, ami egyébként sajátos és érdekes módon az Emberi Jogok Európai Bírósága döntésének ellentmond, tehát két emberi jogi szervezet, ami általában követi egymásnak a döntéseit, az Európa Tanács és az Európai Unió Bíróságának a döntése, az teljesen ellentmond egymásnak, de mi kénytelenek vagyunk mindkettőt betartani, ezért meg kellett szüntessük a tranzitzónákat. A mi véleményünk nem változott, a tranzitzónánál jobb, humánusabb és az európai érdekeket is védő megoldás egyszerre nincsen. Meg kellett szüntetnünk, ezért ahhoz a kézenfekvő megoldáshoz folyamodtunk, hogy a nem Európai Uniós környező tagállamokban, tehát ez Ukrajnát és Szerbiát jelenti, ott a fővárosban, a nagykövetségen lehet benyújtani a menedékkérelmeket. Mi kíváncsian várjuk az Európai Bizottság véleményét, csak ők tiltották meg annak a rendszernek a működtetését, ami szerintem egyedül sikeres lehet, illetve egy másik vita most ki fog nyílni, és az a német elnökséget megelőző német nyilatkozatokból már látszik, hogy a elosztás kapcsán szeretnének valami megoldást a németek, ahol a visegrádi országok álláspontja egyértelmű, hogy abban részt venni migránsok átvételével nem tudunk és nem fogunk. Úgy látom egyébként, hogy a nyilatkozatok többsége ezt ma inkább tiszteletben tartja, és rugalmas szolidaritást vár, ami miután minden ilyen kódszót, amit az Európai Unió használ, meg kell fejteni, az nagyjából azt jelenti, hogy nem kell befogadni senkit, hanem más formában is hozzá lehet járulni a menekültügyi terhekhez. Ezt pedig mi elmondtuk, hogy mi készen állunk, hogyha ez anyagi természeti hozzájárulást igényel, arra készen állunk, de befogadni azt csak a magyar menekültügyi szabályoknak, a Genfi Egyezmény alapján vagyunk hajlandók bárkit, tehát aki Magyarországon magyar bíróság, vagy más Európai Uniós tagállam bírósága alapján megállapított módon menekült státuszhoz jut. Úgyhogy pillanatnyilag ez a rendszer azért ilyen, mert az Európai Bíróság bennünket erre kötelezett. Még van egy lehetőség, ez a hotspotoknak a lehetőség, amit a németek is felvetettek, tehát az Európai Unió területén kívül a migrációs útvonalon hozzunk létre olyan kihelyezett központokat, ahol a menekültügyi kérelmek elbírálhatóak. A magyar álláspont továbbra is világos. A Genfi Egyezménynek vannak menekültügyi szabályai, ezek mindenkit köteleznek. Humanitárius szabályok, ezeket betartottuk és be fogjuk tartani. Ezen túlmenő szabályokat viszont nem lehet ránk kényszeríteni. Senki nem mondhatja meg se a magyar kormánynak, se a magyar polgároknak, hogy kikkel éljenek együtt. Ezt akkor tudjuk csak biztosítani, hogyha nem az Európai Unió területén belül, hanem azon kívül döntünk a menekült státuszról. Ha ezt Európai Unió területén belülre hozzuk, akkor a 2015-ös események fognak megismétlődni.
van-e jelenleg Magyarország területén menedékkérő, illetőleg nyújtottak-e már a kérelmet külképviseleten? Ha jól emlékszem, akkor mintegy 800 menekült van Magyarország területén, akik megkapták a menekült státuszt, és arról, hogy a követségeken eddig hány menedékkérelmet nyújtottak be, nincs naprakész információm. Még egy kérdés a fővárossal kapcsolatban. Elképzelhetőnek tartja a kormány, hogy miután igen kiújultak a viták a Lánciddal kapcsolatban, hogy egy személyes találkozóra sor kerüljön a főpolgármesterrel, nyitott-e erre a kormányzat? Engem körülbelül 2-3 héttel ezelőtt a saját kérésére felkeresett a főpolgármester úr, és azt kérte, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsát egyenlőre halasszuk el. Én ezt tudomásul vettem, találkozóhoz két fél kell, tehát találkoztunk, hogy megbeszéljük, hogy hivatalosan nem találkozunk. Mi igyekszünk a fővárossal minden olyan ponton az együttműködést, a jó együttműködést fenntartani, ahol az Budapest érdekét szolgálja. Világos, hogy vannak olyan világnézeti politikai kérdések, amiben nem értünk egyet. Ezt próbáltuk meg október után háttérbe szorítani. Most érzékelem én is azt, hogy a főváros nehezen megmagyarázható okokból, vagy pártpolitikai okokból sokkal inkább keresi a vita lehetőségét a kormánnyal, és miközben nem vitásan, láthatóan az általam elmondott adatokból egyértelműen sokkal jobb anyagi helyzetben van, mint bármelyik másik önkormányzat Magyarországon, és hogyha a költségvetéséhez mért tartalékait nézzük, akkor az ország kormányánál és az országnál is sokkal jobb helyzetben van, nem részt vesz a védekezésben, nem végrehajtja azokat a programokat, amihez egyébként a kormánytól pénzt kap, mint a Lánchíd felújítása, hanem politikai vitákat keres. Köszönöm szépen. Heti TV. Breuer Péter, Heti TV, Breuer Press. Az Andrássy úton egy épületnek a tetejéről egy tégla leesik, akkor a műemlékvédők, persze, hogyha műemlék is, azonnal lezárják a járdát. Tarlós úr egy kereskedelmi televízióban kérdésre válaszolva azt mondta, hogy most nem mint politikus, hanem mint mérnök fog beszélni. Ez az adás körülbelül ezelőtt egy 3 héttel lehetett, és azt mondta, hogy már 3 hete ez a híd szakértők szerint életveszélyes. Kell-e egyáltalán az rendkívüli jogrend, hogy a kormány azonnal lezárja ezt a hidat, hisz egy mérnök is azt mondta, meg le is van írva, hogy életveszélyes. Vállalja a kormányt azt, hogy ott baleset történjen, vagy emberek életüket veszítsék? Jó, tehát a kormány természetesen minden olyan felelősséget vállal, ami a mi felelősségi körünkbe tartozik, de miután a híd fenntartása az a főváros feladata, ebből nem az következik, hogy a felelősséget akarjuk áthárítani, hanem hogy a főváros vizsgálja napi vagy heti rendszeressége, hogy milyen állapotban van a híd. Tehát nekik van erről információjuk. Az a náluk meglévő információk alapján az egyértelmű, hogy pillanatnyilag nem életveszélyes a Lánchíd. De ezt ők tudják mondani. Nekünk ilyen lehetőségünk nincsen, hogyha a főváros át kívánja adni a kormány a Lánchíd fenntartása, az egy más helyzet, de ilyen nyilatkozat eddig nem hangzott el, elég furcsa is lenne. Tehát ők vizsgálják, rendszeresen vizsgálják, és őnekik kell intézkedni akkor, hogyha a Lánchíd olyan állapotba kerül, hogy azon akár a személyforgalom, akár a teherforgalom, vagy legalábbis az autóforgalom már nem engedhető meg. A napokban a Magyar Légifuvarozás utolsó cége is tönkrement. Én viszont nem temetni, hanem feléleszteni szeretném. Az elmúlt hónapokban, amíg a koronavírus idejét, a járványokat értünk, nem hiányzott el a magyar kormánynak, hogy legyen egy nemzeti légifuvarozója, és most látjuk azt, hogy a nemzetközi piacokon senki nem szól egy szót sem, amikor minden nemzet a nemzeti légifuvarozóját megmenti milliárdokkal. Nem lenne pont itt az ideje, hogy legyen Magyarországnak is, főleg az ilyen időkben, amikor a globalizációval is baj van, egy saját légifuvarozója. Természetesen jobb lenne, ha lenne malév, mint így, hogy csődbe ment. Azért azt hozzá kell tenni, hogy regionális társaságok élnek túl, tehát egy Magyarország, nagyságú országnak nem feltétlenül van, ahol van, de nem feltétlenül van saját légiflottája vagy repülőgép társasága, de hogy a malév csődbe ment, és nem tudunk részt venni egy nemzetközi együttműködésben, akár rész tulajdonosként, az nagyon sajnálatos, és ha erre lenne nyílna piaci lehetőség, akkor szerintem érdemes is lenne. De ilyen piaci lehetőség megnyíltát nem látjuk. Az igaz, hogy az Európai Unió kellő nagyvonalúsággal
eltekintett attól, hogy tiltott állami támogatást állapítson meg most a járványidőszakban a gazdasági támogatások kapcsán. Ez szerintem helyes volt, de legyünk méltányosak, ez nem csak a repülőgépiparban történt meg, hanem általánosságban is. Túléltük a járványt ugyan Kínába és a Közel-Keleten dühöng a járvány újból. A harmadik világban, Afrikában egyszerűen nem tudnak annyi egészségügyi személyzetet küldeni, hogy segítsenek rajtuk, viszont nagyon sokan közülük, hívjuk, aminek akarjuk őket, vagy egy új világba reménykednek, vagy csak túl akarják élni, embercsempészek segítségével elindultak. Van-e elég határőrünk, hogy a határokat megvédjék, illetve még egy kérdés ugyanerre a variációra, az, hogyha megpróbáljuk megvédeni, és nem csak a saját határunkat, hanem a környéket is, valaki fog erre nekünk egyetlen forintot is adni. Itt áll előttünk a következő 7 éves Európai Uniós költségvetési időszak valamennyi vitája. Azt reméljük, hogy igen, és amikor rugalmas szolidaritásról beszélünk, akkor ennek a határvédelem is része, és a határvédelem költségeit is szerintünk el kell ismerni. Ma Magyarország képes megvédeni a külső határait, még akkor is, hogyha ehhez erőre van szükség. Tehát azt tudom mondani, hogy Magyarország éppen azért nem volt hajlandó semmilyen olyan egyezkedésbe belemenni, ami a külső határvédelmet elvette volna a magyar államtól, mert úgy gondoljuk, hogy akkor vannak a határaink biztonságban, hogyha mi védjük meg, a technikai feltételeket mi biztosítjuk. De azt viszont gondoljuk, hogy miután Európa határait is védjük, ezért az ő hozzájárulásuk is indokolt lenne. A parlament az elmúlt napokban tárgyalta az új költségvetést, illetve a módosítást. Nem sikerült megtalálnom, hogy mi lesz a Ferihegyre induló gyorsforgalmi úttal, vagy vonattal, vagy bármivel. Ehelyett találtam az Üllői úton, nem tudom, hogy még ma is érvényben van biciklisávot, úgyhogy ha tényleg vissza szeretnénk szerezni. Ez semmiféle politikai álláspontot nem foglaltam ezzel, csak rohadt nehéz egy ilyen vezetni akkor, amikor egy biciklista előttem, vagy mellettem, vagy nem tudom van. Lehet, hogy másoknak könnyebb, nekem személyesen ez veszélyesnek tartom. Tehát akkor, amikor vissza szeretnénk hódítani a turistáinkat, akkor a repülőtérre el kell, hogy jussanak, meg a repülőtérről visszajussanak. Nem látom, lehet, hogy én nem találtam meg ezt a sort, vagy tényleg nincs benne, vagy mi lesz a megoldás? Vagy jöjjenek a turisták majd 5 év múlva, amikor elkezdjük megépíteni? Az a gyorsvasút, ami valóban nagyon indokolt lenne, hogy a Ferihegyet a belvárosra összekösse, az európai uniós forrásokból is megépíthető. Mikor? Minél előbb, annál jobb. Most tárgyalunk a következő 7 éves forrásokról, tehát a következő 7 éves időszakra vonatkozó költségvetési kereteket néhány hónap múlva fogjuk tudni. Ugye ez most ráadásul összekapcsolódott ezzel a Recovery Fundnak, amit most már Next Generation-nek neveznek, tehát azt tudom csak mondani, hogy ha a német elnökség alatt lesz megegyezés, akkor pontosan fogjuk látni őszre, hogy milyen európai uniós költségvetési forrásokkal tud a magyar állam számolni a következő 7 évben. Ennek szerintem része kell, hogy legyen a gyorsvasút mielőbbi megépítése. A magyar miniszterelnök napok ezelőtt a V4-ek vezetőivel tárgyalt. Egyelőre úgy tűnik, hogy az egyetlen európai ország, ami a Közel-Kelet új zsidó államáért Izrael mellett kiáll az Európai Unióban, az Magyarország. Sikerül a V4-ekbe, vagy egyáltalán az EU-ba átgondolni ezt az egészet, ezt a boszorkányüldözést, hisz ha megnézzük, akkor a fent említett ország nagyon sok mindenben Európa javára részt vesz benne. És akkor itt most nem részletezném, hogy aki utálja, amit ott gyártanak, akkor menjen pacemaker nélkül, és hagyd ne soroljam a többi dolgot, amit ők fedeztek föl, és továbbra is küszködnek és együttműködnek az Európai Uniós tagállamokkal. Akkor miért kell ez a boszorkányüldözés? Valamikor sikerül, valamikor nem. A magyar diplomácia általánosságban azt elvet képviseli, hogy ahol lehet az Európai Uniónak, az Európai Unión kívüli államokkal együtt kell működni. Izrael esetében ez földrajzi adottságaiból is szerintem adódik. Valóban van egy magas szintű technológiai együttműködés is. Magyarország általánosságban nem szokta támogatni az Európai Unió külügyminisztereinek az arra vonatkozó igyekezetét, hogy egy-egy államot újra és újra kipécézve
legyen ez akár Izrael vagy más államok, olyan nyilatkozatokat fogadjunk el, aminek ugyan semmi haszna nincs, senki nem is veszi komolyan, de rontja a két oldalú kapcsolatokat. Utolsó kérdésem, már a Merkel asszony 3 órás megbeszélést folytatott a kínai elnökkel. Vajon mi az egy az utunk, illetve a Selyemút programra továbbra is benne maradunk, vagy hagyunk az EU nyomásának, vagy Isten tudja kinek a nyomásának, hogy ne vegyünk ebbe részt. Közgazdászok bebizonyították, hogy ez igencsak a javunkra, tehát gazdaságilag nagyon megérné nekünk, hogy részt vegyünk ebbe. Egyetértek azzal a sajátos szófordulattal, hogy az Isten tudja kinek a nyomásának, mert az Európai Unió nyomását nehéz értelmezni akkor, amikor az Európai Unió egyetlen szuperhatalma, vagy nagyhatalma Németország Kínával mindenütt, mindenhol és mindenben üzletel, és GDP arányosan mi csak szeretnénk elérni azt a kereskedelmi volument Kínával, mint amit a németek réges-régen elértek. Köszönöm a lehetőséget. Azonnali. Puter Marianna azonnali. Az első kérdésem az lenne, hogy Magyarország pontosan hogyan kíván koronavírus elleni vakcinához jutni, tehát vannak-e külföldi tárgyalások cégekkel, illetve van-e hazai fejlesztés, és ha igen, akkor mit lehet erről tudni, kik csinálják? Jakab Ferenc professzor vezetésével a Pécsi Egyetemen, de több egyetemmel összefogásban folyik kutatás, gyógyszertesztelés. És külföldi tárgyalások vannak, tehát óriás cégekkel például? Hát nincsenek természetesen a magyar állam, hogyha bárki megtalálja a vakcinát, akkor azonnal vásárolni fog. És abban gondolkozunk, hogy esetleg akár uniós országokkal, akár a V4-ekkel közösen próbáljunk vakcinát szerezni. Ugye most például arra gondolok, hogy a német, holland, francia, illetve az olaszok csináltak egy szövetséget erre, és már mondjuk lekötöttek előre 400 millió kísérleti vakcinát, tehát hogy ilyen hasonló szövetségbe gondolkozik Magyarország? Tehát két dologban gondolkozunk. Az első, hogy miután a magyar orvostudomány eredményei nemzetközi szinten is jelentősek, ezért adjunk meg minden lehetőséget a magyar orvostudománynak arra, hogy erről a vírusról lehető legtöbbet megtudjuk, és hogyha ez sikeres, akkor a vírus elleni védekezésről is megtudjuk a legtöbbet, és adott esetben mi fejlesztünk ki vakcinát. Ha ez sikerül, akkor nyilván az egy nagy hozzájárulás lesz a jelenlegi világműködéshez, hogyha pedig nem, akkor figyeljük azt, hogy van-e bárhol olyan fejlesztés, kezdeményezés, ami az az eredménnyel járhat, hogy vakcinát fejlesztenek ki, és hogyha ilyen lesz, akkor természetesen felvesztük a kapcsolatot, és hogy minden ország igyekszik vásárolni és szerezni, úgy mi is igyekszünk majd vásárolni vakcinát. De akkor az önök megítélése szerint még nincs ilyen ígéretes vakcinafejlesztés? Sok hír van, de egy ilyen válságnak, ami egy világjárvány által okozott válság, az a jellegzetessége, hogy nyilván nagyon sokszor, nagyon sok pontján a világnak vannak ígéretes fejlesztések. Ma olyat nem tudunk, hogy valahol vakcinát találtak volna fel, ami egyértelműen megszünteti a koronavírus járványt. És hogyha lesz már ilyen vakcina, akkor aznak a beadatása kötelező lesz? Ha lesz ilyen, akkor meg fogjuk nézni, hogy éppen milyen a járványügyi helyzet Magyarországon. A vakcina az alkalmas a megelőzésre, vagy a már létező betegség, fertőzés esetén írtja ki a koronavírus, és ennek megfelelően fogunk dönteni. Ez olyan szakmai kérdés, amit a koronavírussal az elmúlt hónapokban elég sokat foglalkozva sem mernék magamra vállalni. Tehát eddig is azt csináltuk, hogy ilyenkor orvosprofesszorokkal, virológus professzorokkal ültünk le, és az ő javaslatuknak megfelelően alakítottuk ki a szakmai protokollokat. Visszatérnék én is a Lánchídra. Ugye elindult egy aláírásgyűjtés is, hogy inkább az idei tűzijáték helyett a Lánchíd felújítására fordítsa majd a pénzösszeget a kormány. Ha elég aláírás összegyűlik, megfontolják ezt a javaslatot? Nincs értelme az aláírásnak két okból. Az egyik, hogy nem tudjuk, hogy lesz-e idén tűzijáték. Tehát addig kár aláírás gyűjteni, mert hogyha július közepén a virológusoknak az a véleménye, hogy biztonságosan nem rendezhető meg a tűzijáték, akkor nem fogjuk megrendezni. Tehát az aláírásgyűjtésnek semmi értelme nincs. A másik pedig, amit már egyszer elmondtam, de szívesen elismétlem, hogy a tűzijátékot önmagában álló kiadásként feltüntetni szerintem nem helyes, mert pontosan tudjuk, hogy ha a tűzijátékon megjelenik 500-1 millió ember, akkor annak milyen pozitív hatása van mondjuk a budapesti turizmusra, a budapesti kereskedelmi szektorra, a budapesti éttermekre, pont arra a szektorra, ami a legtöbbet szenvedett a járvány idején. Tehát, hogyha erről az ötletről megkérdezni az említett körbe tartozókat, nem lennének túl lelkesek.
Karácsony Gergely felvetette azt, hogy ugye most nagy kiesés lesz a budapesti jegybevételekben a tömegközlekedésnél, hiszen ugye járvány volt, és ez 20-30 milliárd forintot is jelenthet, azzal számolnak. És szeretné, hogyha ezt a kormány esetleg segítene rendezni. Ilyen elképzelés van önöknél? A kormánynál pillanatnyilag 1200-2000 milliárdos kiesést okoz a kormányvírus csak a központi költségvetésben. Tehát irigyeljük Karácsony Gergely problémáit. Mi a szociktól, bocsánat, mi a baloldaltól vettük át, nem akarom ilyen rövidre, vagy lerövidíteni a szocialisták nevét, főleg, hogy volt az a, annak a pártnak a neve már sokkal hosszabb is. Tehát mi a baloldaltól vettük át az ország irányítását az államcsődben, ő pedig 200 milliárd forintos tartalékkal. Tehát méltányos kérésekre kérjük a főpolgármester urat. Tehát ez nem méltányos ezek szerint? Hát, ha az általam ismertett adatokat elhiszi és elfogadja, akkor saját maga is tudja minősíteni a kérdést. Köszönöm. Magyar Fórum. Köszönöm szépen, Medvecki Attila, Magyar Fórum. Miniszter úr, tervezik-e módosítani a költségvetést a rendvédelmi szerveknek szánt összeg emelésének szükségességére gondoltunk, miután elolvastuk az Antifa Info Budapest oldalon a következő szöveget, idézem. Az állami rasszizmus elleni felkelés általános szociális lázadássá változott. Ebben a helyzetben teljesen természetes, hogy az állami erőszak szervek kiszorítása után az emberek tömegesen megtámadják az árukészleteket, kifosztják az üzleteket, raktárakat. Ez nem más, mint az általunk verítékes munkával előállított javak visszaszerzése. A saját életünk visszaszerzése a pénz rabságából eddig az idézet. Tehát a kérdés még egyszer, hogy ennek tükrében tervezik-e módosítani a költségvetést a rendvédelmi szerveknek szánt összegemelésében? Igen, tehát az a sajátos életfilozófia, amit az elmúlt hetekben megjelenni láttunk az Egyesült Államokban, azért Magyarországon, hál' Istennek, még csak magányos szerzők tollából vettetik papírra egy-egy esetben. Tehát én emiatt a honvédelmi költségvetés megemelésének szükségét nem látom, de hogy mégis megnyugtassam azokat, akik ezt egyébként szükségesnek tartják, miután a NATO felé van egy vállalásunk, ami az, hogy a GDP arányosan a 2%-os honvédelmi támogatást elérjük, ezért a Magyar Honvédségnek költségvetése évről évre nő. Jövőre is nőni fog a korábbi terveknek megfelelően, annak ellenére egyébként, miután GDP valószínűleg nem fog nőni, ezért a GDP arányos növekedés az nem feltétlenül jelentene most kivételesen több pénzt, tehát eddig ez kétszeres növekedést jelentett, egyszer már 0,1%-kal nőtt a GDP arányos ráfordítás, és közben még nőtt maga a GDP is. Most a gazdasági össztermék nem fog nőni, de az arányos ráfordítás így is nő, és összességében, ha jól emlékszem, akkor mintegy 110 milliárd forinttal többből gazdálkodhat a honvédség a következő évben. Egyébként is helyesnek tartjuk, hogyha a NATO tagjai lettünk, már pedig ez a rendszerváltozást követő időszak eddig egyik politikai célja és 85%-os többséggel megerősített népszavazási döntése volt, akkor azt a kötelezettséget, amit vállaltunk, azaz, hogy 50 forintból egyet a Magyar Honvédségre költünk, azt be is tartjuk. Úgyhogy ezen az úton haladunk, ezért bár Magyarországon én nem látom aggasztónak a helyzetet, de többet költünk a jövő évben a honvédségre. Említett miniszter úr, hogy itt az USA-nak ez a problémája, de azért láthatjuk, hogy néhány nap előtt mi történt Párizsban, Egyesült Királyságban, akkor Brüsszelben, ezek azért annyira messze nincsenek. Hogy földrajzilag nem, de társadalmilag hála jó Istennek, igen. És arra sem gondolnak, hogy itt a nemzetállamok elleni akcióról lenne szó? De évek óta erről van szó. Értem, a következő kérdésem, hogy... Azzal a megkötéssel, mert ez fontos, hogy a nemzetállamot, mint fogalmat én nem javaslom használni, mert ez ellen küzdünk mondjuk Romániában, de hogyha ön a nemzetek és nemzeti önazonosság és identitás elleni küzdelemről beszél, akkor az ez elleni harc, ami Nyugat-Európában már győzelemre vezetett, itt meg még nem áll jól, az kétségkívül megfelel a valóságnak. A következő kérdésem, a rendőrség honlapja szerint június elejétől több mint 1200 migráns próbált bejutni az országba. Mivel magyarázható, hogy ennyire megélénkült a migráns forgalom déli határainkon? Két dologra egyszerre. Az egyik, hogy véget ért a teljes határzárnak az időszaka.
és ezért aztán a határok részben újra átjárhatóvá kezdenek válni. Másrészt meg azt még nem látjuk, hogy a járvány terjedése az Afrikában milyen fordulatokat vehet. Tehát nem szeretnék apokaliptikus víziókat vázolni, de mégis azt tudom azért mondani, hogy ha Afrikában a járvány az elterjedne, és ott a védekezés feltételei azok a lehető legcsekélyebb mértékben sem biztosítottak, vagy legalábbis sokkal kevésbé biztosítottak, mint Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban, vagy akár Kínában, akkor annak a migrációra is lehet tragikus hatása. De mindannyian abban bízunk, hogy ez elkerülhető, de a határvédelemre éppen ezért szükség van. Az EP-ben az egyik alelnöki posztot Gyurcsányné Dobrev Klára kapta meg, és hát ebből a pozícióból azt vettük észre, hogy rendszeresen megtévesztő információkkal látja el a sajtót, és olyan látszatot keletkeztet, mintha Magyarországon a nyugati bérszínvonal megvalósulását a kormány akadályozná. Felhívja valaki a bizottság figyelmét arra, hogy az egyik alelnök politikai haszonszerzésből, hát finoman fogalmazva, etikusnak nem mondható nyilatkozatokat tesz? Időről időre a Fidesz európai parlamenti képviselői felhívják erre a figyelmet, de azért az a közeg mérsékelten alkalmas a sikeres figyelemfelhívásra. Utolsó kérdésem, hogy Gerd Müller német miniszter szerint az EU-nak el kell indítani egy azonnali programot Afrika és a közel-keleti térség támogatására. Tehát miért nekünk kell megfizetni Afrika és a közel-keleti térség nyugalmát? Miért nem azok állják a számlát, akik felforgatták azt a térséget, az úgynevezett haladárok, akik ugye nem hagyták a hagyományaik szerint élni ott az embereket, és mindenáron a nyugati civilizációt akarták a törzsi hagyományok szerint élőkre ráerőszakolni, és ha már anyagi terhekről van szó, hát az olasz titkosszolgálat szerint legkevesebb 20 ezer migránssal készen az indulásra Észak-Afrikából. Hát mindez hogy lehet pénzzel bírni? Nehezen, de a kérdésének több része is volt. Az első azt mondani, hogy ha a világpolitikában azoknak kellene mindig állni a cehet, akik különböző válságokat okoztak, akkor nagyon másként néz neki a világ, és különösen az egyes államok költségvetése, mint ahogy most kinéz. Ennek ellenére is az egyébként CSU által delegált Gerd Müllernek a nyilatkozata az a német politikán belül az értelmes hangok közé tartozik, hiszen ő nem Németországon területén kíván gondoskodni több millió nehezen integrálható Afrikából érkező migránsról, hanem ő arra hívja fel a figyelmet, hogy Németországnak lényegesen olcsóbb az is, hogyha megpróbál abban a térségben segíteni, ahol egyébként a baj előáll. Ebben mi is egyébként a Hungary Helps-el és más programokkal, nyilván az ország anyagi teher bíró képességéhez mérten, de készek voltunk mindig együtt működni. Köszönöm. M4. Köszönöm, Baka Zoltán vagyok. Azt ma még nem tudjuk, hogy a második hullám a járványnak az lesz olyan erős, mint az első, vagy annál esetleg gyengébb lesz, de hogyha valóban szeptember-október táján érne el minket ez az iskola kezdési időszaka is egyben, és egyáltalán nem lehet kizárni, hogy megint szükség lesz iskola bezárásokra. Készül-e a kormány akciótervel erre az esetre? Gondolok itt az infrastruktúra fejlesztésére, webes oktatási modulok elérhetővé tételére. Készülünk. Általánosságban is az a véleményem, hogy a digitális oktatás, bár tudom, hogy nagyon sokaknak jelentett nagy nehézséget, hiszen ott azért a szülőknek is be kellett kapcsolódni az oktatás eredményességéhez, de mégis sokkal jobban vizsgázott, mint azt vártuk, szinte azt kell, hogy valamennyien vártuk. Tehát ennek a fejlesztése fontos. Amúgy egy évvel később lett volna teljesen kiépült rendszer, tehát előzetes szakasz, vizsgálati szakaszban kellett élesben a rendszert kipróbálni, ez szerintem jól sikerült. És az is biztos, hogy sokkal több tapasztalatunk van a vírus kezelésével kapcsolatosan, és fel vagyunk készülve a kórházak szintjén is a védekezésre. Tehát azért azt itt a márciusi események kapcsán érdemes egyértelművé tenni, hogy attól tartottunk mindannyian, és mindenkinek az volt a legnagyobb félelme, hogyha a járvány terjedése nem lesz korlátozható, megakadályozható, visszatartható, akkor
olyan helyzetekbe kerülhettünk, mint amit láttunk Olaszországban vagy az Egyesült Államokban, hogy emberi életek között kellett választani a jegeztetőgép hiánya miatt. Most azt tudjuk mondani, hogy a matematikai és virológiai számítások szerint az ország egy esetleg egy szeptemberi, októberi, novemberi második hullám esetén ilyen helyzetben már nem kerülhet. Tehát van annyi idegesztetőgépünk, hogy még a legtragikusabb helyzetben is mindenkinek jut. És ez szerintem a védekezés eszközeit is befolyásolhatja. Ráadásul itt vannak azok a tapasztalatok, amelyekre talán keresetlenül, de utaltam már a kezdet-kezdetén is, hogy valójában a 60 év fölöttiekre vagy a betegekre veszélyes a vírus. Ha megnézzük azokat a számokat, ahol 60 év alatti egészséges emberek estek a vírus áldozatául, az olyan mértékben alacsony, hogy vélhetően ott is volt valamilyen fel nem tárt betegség. Tehát ezekre a tapasztalatokra építve kellene védekezni, hogyha egy második hullám jönne. De kétségkívül a digitális oktatás a létjogosultságát bebizonyította, vannak is ezzel kapcsolatos javaslatok, és a kormány szeptember elején a digitális oktatási stratégiát egészében át fogja nézni. Tehát jelen tudásunk szerint inkább nem lesz szükség iskolabezárásokra? Én azt remélem, hogy nem, de egy ma még megjósolhatatlan második hullámmal kapcsolatosan felelős nyilatkozatot tenni a szükséges intézkedésekről. A kormány azt tanácsolja az iskoláknak, hogy úgy készüljenek, hogy erre sor kerülhet. Szerintem az a helyes, hogyha a magyar oktatás a felsőoktatástól a közoktatásig képes arra, hogyha kell, akkor digitális oktatásra át tudjon állni. Köszönöm. Másik kérdésem, a eddig egységes szabályozás vonatkozott a hatósági házi karanténban lévők magatartására. Egy friss törvénymódosítás itt különbséget tesz, és a járványügyi hatóság felhatalmazza egyedi magatartás formák elfogadtatására, előírására. Mi indokolja ezt a különbségtételt? Milyen esetekben kerülhet erre sor? Az ismereteim szerint az, hogy van, aki vállalja, hogy mobiltelefonon keresztül követhető az ő mozgása, és bármikor a rendőrség jelentkezhet nála a mobiltelefonon keresztül, és akkor másféle védelmi szabályok vannak, mint hogyha valaki ezt nem vállalja. Az egyik esetben elég fölhívni, a másik esetben be kell kopogni mindig személyesen a rendőrnek. Csak ez áll a törvénymódosítás mögött. A járvány előtt a kormány nekibuzdult az egészségügyi reformnak, aztán ezt a járvány megakasztotta. Mi a helyzet most? Folytatják-e, napirendre kerülhet az ágyszámkapacitások felülvizsgálata? Mi nem az ágyszámkapacitások felülvizsgálata irányából közelítünk a kérdéshez, hanem úgy, hogy a elsősorban kórházparancsnoki rendszer következtében ma sokkal pontosabb információink vannak az egészségügyről, mint bármikor korábban. Tehát a egészségügyi készletgazdálkodásról hosszan lehetne írni. Én ezt most ennek a részleteiben is rejtem, hogy most nem mennék bele, de az egész biztos, hogy ma a kórházak egészének működéséről az operatív törzsnek lényegesen pontosabb adatai vannak, mint bármikor, és az ebből igyekszünk is levonni a következtetéseket. Tehát a sajtóban számtalan bombasztikus hír jelent meg, hogy Pintér miniszter úr a egészségügyi fejlesztésekben vagy átalakításban is gondolkodik. A valóság az, hogy operatív törzs kapott olyan feladatot a kormánytól, hogy nézzük meg, hogy most a második hullámra való készülési jegyében azon információk birtokában, amit szereztünk, mit lehet tenni az egészségügyben. Ebben szeretnénk egyeztetni szakmai szervezetekkel is. Az orvoskamarával is van egy időnként nehézkessé váló, de egyébként létező párbeszéd az operatív törzs vezetőjeként. Pintér miniszter úr is, én is találkoztam az orvosi kamara vezetésével. Tehát én azt remélem, hogy az egészségügyben szükséges változtatásokra akár lehetőséget is adhat a járvány. De én ezt nem az ágyszám felől közelíteném meg, mert abban van nagyjából mindenki egyetért, hogy nem ágyból van sok, hanem rosszul vannak elosztva a rehabilitációs és aktív ágyak. Ennek köszönhetően az ágyszám kihasználtság az 66-67%-os országos összesítésben. De itt is nagyok a területi eltérések. Ami pedig a finanszírozást illeti, ott említettem, hogy most valóban valamennyi kórházak fel kell mérni, hogy az elmaradt műtéteknek a minél gyorsabb pótlása az milyen költségekkel jár, és egy bázis finanszírozásra álltunk át márciusban. Ez se volt mindenhol igazságos, mert különböző terheket jelentett a koronavírus járvány kezelése a kórházakban. Tehát az egészségügyel a nyáron foglalkozni kell. Azért én még maradnék az ágyszámkapacitásnál, tehát az ágycsoportosítás az aktív és a krónikus ágyak között, ez azért napirenden van, marad. Igen, nem félünk attól, hogy
hogy megnézzük azt, hogy van-e olyan hely, ahol indokolt az aktív ágyakból rehabilitációs ágyakat alakítani, akár még úgy is, hogy visszaalakítható legyen, vagy egy járvány esetén ezek legyenek azok az ágyak, amiket azonnal hadrendbe lehet állítani. Ha egy jelzővel kellene kifejezni, ami legjobban leírja a helyzetet, akkor hogyan, melyik jelzőt használná a kórházak készletgazdálkodásával kapcsolatban? Abban a helyzetben, amiben én vagyok, azt a jelzőt nem használtam, mert eszembe jut. Ugye a idejének úgy vágtunk neki, hogy nem keletkezhet több adósága a kórházaknak. A rendszer biztosítani fogja ezt. Mit lehet elmondani a fél évhez közeledve, tudja tartani az egészségügyi intézményrendszer ezt a vállalást? Sajnos pillanatnyilag semmit nem lehet mondani, mert az első fél évben a korábbi finanszírozási modell se volt működőképes, hiszen betegek lényegesen kisebb számban voltak jelen a kórházakban. Tehát ha a korábbi finanszírozási modell tökéletes lett volna és nem vezetett volna adóssághoz, most akkor is lenne finanszírozási probléma, amit meg kell oldani. Úgyhogy az idei problémáink azok mentesek az általános gondjainktól, de a cél az, hogy úgy fejeződjön be a válság, vagy az egészségügyi járványügyi készültség, az úgy fejeződjön be, hogy ezeket a problémákat megoldottuk, nem csupán egy járvány helyzetre való felkészülésre vonatkozóan, hanem általánosságban is. Tehát a kormány szándékaival szemben, tekintettel a rendkívüli helyzetre is, idén mégis keletkezni fog adósság, ez elérheti a korábbi évek 50-60 milliárdját? Abban a formában, hogy az elmúlt években keletkezett, nem fog adósság keletkezni. A helyzet az, hogy a kórházaknak most van finanszírozási nehézsége, mert számtalan kórházban nem végeztek műtéteket, és ennek megfelelően egy jelentős kiesése van a kórházaknak. Tehát azért mondom, hogy az idei évet nem tudjuk az általános finanszírozási szempontok alapján minősíteni. De az a cél, hogy nyáron eljussunk odáig, hogy mi az, amit ki kell pótolni a járvány elmaradása miatt, és utána pedig már ebben az évben egy olyan finanszírozási mechanizmus lépjen érvénybe, ami már az év második felében megakadályozza azt, hogy hónapról hónapra a kórházak többet költsenek, mint amennyi állami bevételük vagy finanszírozásuk van. Bár ebben még a második hullám nyilván majd bekavarhat. Csak annyit tudok hozzátenni, hogy bármikor, bármelyik országban, bármilyen kormány lesz hatalmon, hogyha egy országos járványhelyzet előáll, akkor az egészségügyi finanszírozás normális rendszerében soha nem lesz kezelhető. Utolsó kérdésem, hogy milyen határidővel lehet a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányokat helyett újakat kiváltani, és hogyan lehet elkerülni, hogy ügytorlódás legyen a kormányhivatalokban? Ami a veszélyhelyzet végéig lejárt okmányokat illeti, ott 6 hónapon belül bármikor. Tehát érvényesek további 6 hónapra, vagy lejárt a személyigazolvány jogosítványa, akkor az még mától 6 hónapig érvényes. Ez minden okmányra egységesen vonatkozik. Igen, minden olyan magyar állam által kiállított okmányra érvényes. Köszönöm. MediaWorks. Köszönöm szépen, Osváth Sarolta vagyok. Először a Fejér megyei hírlap két kérdését szeretném feltenni, illetve pontosítani, mert már a témát érintette a miniszter úr. Az egyik, hogy az üzletek nyitvatartásával kapcsolatban megszűnnek ezek az idősávok, illetve a vásárlással kapcsolatban. Kérem pontosítsa, hogy ez a 65 év felettiek számára azt jelenti, hogy maszkkal vehetnek részt bármikor a vásárlás, tehát mehetnek az üzletekbe és vásárolhatnak, vagy a maszkviselése mindenki számára kötelező lesz? Mindenki mindig vásárolhat és maszkban. És csak maszkban, igen. Ezt ki fogja ellenőrizni, ugyanúgy, mint eddig? Eddig így. Köszönöm. Eddig ez egyébként jól működött, tehát egyszer elkövettem azt a hibát, hogy egy benzinkúthoz bementem maszkni, és azonnal rám szóltak, úgyhogy fordultam is vissza az autóhoz, de ez szerintem működött, tehát a legtöbb helyen szóltak, hogyha valaki maszk nélkül ment be, és ahogy a magyar polgárok többsége egyébként követte azokat a szabályokat, amelyeket a rendkívüli jogrend idején védelmi intézkedésként hoztunk, úgy ez is szerintem működött eddig is gond nélkül. Köszönöm. A másik pontosítás, hogy ön említette a kórházak, illetve említette, hogy a kórházak mikor kerülnek vissza a rendes kerékvágásba, hogy ezt az az intézkedés is segíti, hogy a 65 éven felüli orvosokat is lehet tovább foglalkoztatni. Szeretnék kérni kiegészítést, hogy ez csak az orvosokra vonatkozik, vagy a szakszemélyzetre, az egészségügy egyéb dolgozóira is.
Engedje meg, hogy utána nézek. Tegnap a kormány az orvosokra egyértelműen döntött, de én úgy gondolom, hogy ha ez szükséges, akkor ez az egészségügyi valamennyi dolgozójára is kiterjeszthető. De amiről biztosan döntést hoztunk, azok az orvosok. Köszönöm szépen. Még ez a Fejér megyei hírlap kérdése, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma az előadó művészeti és kulturális célokra kiírt pályázati támogatásokat már eldöntötte. A szerkesztőség szeretné tudni, hogy kik és mekkora összegeket kaptak, és a megyében összesen mennyi pénzt kapnak a művészek, az előadó művészek és kulturális célokra. Milyen összegek kerülnek az intézményekhez? Az a baj, hogy egyenlőre területi alapon nem állnak rendelkezésre az adatok, de két ilyen pályázat van. Az egyik az, amit az Emmi hirdetett meg, a másik az, amit most van folyamatban, és a Művészeti Akadémia bonyolít le. Mind a kettőnél fogunk kérni területi bontást, és legpraktikusabb, hogyha a honlapjukra estek kiteszik, és akkor látszik, hogy melyik megyében mennyien részesültek ebben. Azt látszott, hogy az igény tömeges, és azért is gondoltuk azt, hogy az Emmi egy milliárdos csomagja után a Művészeti Akadémiával együttműködésben összeállított 5 milliárdos csomag is fontos, ami egyébként nem csak az előadó művészeket érintette, hanem múzeumokat, kulturális intézményeket is. Köszönöm szépen. A Veszprém megyei napló is két kérdésre szeretne választ kapni. Az egyik a klímaberendezésekkel kapcsolatos, ugye a nyári kánikulában nyilván fokozott igénybevétele lesz ezeknek a berendezéseknek. A kormány terveze valami szabályozást a klímaberendezések használatával kapcsolatban, hogy elképzelhető-e, hogy valamilyen műszaki paraméterhez kötik ezekbe kapcsolatban, vagy egyáltalán megtiltanak valamit. Bevásárlóközpontok, kórházak, egészségügyi intézmények, közösségi helyekre gondolunk. Magyarországon a légkondicionáló berendezéseknek a nagyon nagy többsége az külső levegőt vízbe és nem levegőt forgat, ezért ott a veszély nem áll fenn, de ennek ellenére is gyakori hatósági ellenőrzések lesznek, mert a légkondicionálók tisztítása az most kulcsfontosságú. Köszönöm szépen. A következő kérdés pedig, hogy most már ugyan nincs veszélyhelyzet, hanem járványügyi készültségben vagyunk, de nagyon sokan gondolják azt, hogy megcsináltatják a COVID-tesztet. Lehet-e ezt állami intézményekben most kérni? Kell hozzá, milyen feltételekkel lehet tesztet készítetni, és terveznek-e esetleg valamilyen speciális rendszert, vagy ilyen állomásokat létrehozni, hogy ezt az igényt kielégítsék? Tekintettel arra, hogy egy teszt 15-20 ezer forintjába kerül az adófizetőknek, ezért ezt hobbiszerűen nem javasolnánk. Ha valakinél bármilyen ok fennáll, ami miatt tesztelés indokolt, akkor természetesen végre tudjuk hajtani. Most már áll is rendelkezésre elegendő teszt, és egyébként majdnem negyedmillió tesztet csináltunk Magyarországon. Ha valaki mindenféle orvosi indokoltság nélkül kíván tesztet csinálni, akkor ezt csak magán egészségügyi szolgáltatónál tudja megtenni. Értem, köszönöm szépen. Pesti hírlap. Jó napot kívánok, Dercsenyi Dávid vagyok a Pesti hírlaptól. Ugye önök is már többször említették, hogy a belföldi turizmust fejleszteni és segíteni kell. Arról is beszéltek, hogy önök is belföldre mennek nyaralni. Ugyanakkor nemrég a MÁV arról döntött, hogy számos mellékvonalon járatokat csökkent. Van, ahol napi egy vagy két járat fog működni olyan viszonylatokon is, amelyek turisztikailag fontosak. Ez kiváltotta adott esetben fideszes polgármesterek tiltakozását is, és ugye vannak olyan járatok is, amelyeket nemrég újítottak fel milliárdokért. Mi indokolja ezt a járatritkítást, ami ugye ideiglenes, hogyha ez ideiglenes, akkor mikor szűnik meg, illetve lehetséges-e korrekció ebben a döntésben? Természetesen lehetséges, ami a nyaralást illeti, nem szeretném azt a hangulatot kialakítani, hogy ha valaki külföldre megy, akkor az bármilyen hibát követ el. Tehát természetesen külföldre is nyugodtan lehet menni. Én azt tudom csak mondani, hogy belföldön nyaralni annak számtalan előnye van a jelenlegi helyzetben. Ami a vonat járatokat illeti, ott azt tudom csak mondani, hogy olyan járatok is voltak, ahol nem egy, hanem
hanem utas nélkül közlekedtek a járványidőszakban a vonatok, ezért sem indokolt volt, hogy ott a MÁV új menetrendet vezetett be. Most amúgy is a nyári menetrendre váltottak volna, ez legtöbb helyen korábban történt meg, sőt van, ahol még ahhoz képest is voltak szűkítések. A MÁV nyilatkozott arról, hogy minden esetben vizsgálja az igényeket, és hogyha szükséges, akkor természetesen korrekcióra is van lehetőség. Még egy kérdés lenne, említette, hogy most pontosabb adatokat kapnak a kórházparancsnokoktól a kórházak működésére vonatkozva, hogy ez nem kritikálja az EMMI-nek vagy az állami kórházfelügyeleti rendszernek, hogy most ebben az új helyzetben pontosabb adatokhoz jutnak, mint általában? Természetesen, de mondhatjuk, hogy az egész elmúlt 30 év egészségügyi irányításának kritikája, és ebből 10 év a miénk. Köszönöm szépen. HVG. Köszönöm, üdvözlök mindenkit, Tóth Riált, HVG. Először azt szeretném kérdezni, említette, hogy 1,2 millió állás megtartásához járultak hozzá a kormányzati intézkedések. Ugyanakkor tegnap a Világgazdaság napilap azt közölte, hogy 200 000 állás szűnt meg, egy kormányzati dokumentumra hivatkoztak. Rendelkezik-e már a kormányzat a májusi munkanélküliségi adatokkal, illetve a 200 000-es közfoglalkoztatotti keret az mennyire telített most, és mennyien jelentkeztek a Magyar Honvédségnél, hogy ott szeretnének állást kapni? Igen, a nem létező, vagy a kormány által soha nem tárgyalt anyagoknak a megjelenése különböző újságokban az nem tekinthető hiteles információforrásnak. Tehát a munkanélküli statisztikák kapcsán is mindig van egy számháború. Elég, szerintem egy kézenfekvő adat egész biztosan van, ha valaki foglalkoztatotti adatot néz, ott a Magyarországon foglalkoztatott adófizető munkavállalóknak a számát találhatja meg. Ez 4,5 millió volt, amikor a legjobb volt tavaly évvégén, idén év elején, és most pedig 4.360-370 ezeren dolgoznak. Tehát szerencsére, amikor arra a kérdésre kellett válaszolni, hogy 100-es munkahely hiány lehet, vagy legalábbis ennyi munkahely szűnhet meg, és azt én is megerősítettem, hogy ez a kérdés, hogy hány, akkor ma ott tartunk, hogy valószínűleg csak egy. És ha ez így van, akkor az, hogy a magyar ipar nem állt le teljesen, mint a nyugat-európai ipar jó része teljes egészében leállt, annak mégiscsak volt áldása. De így is minden egyes munkahely elvesztése az nehézség és megélhetési gondokat okoz. Ezért mondtuk azt, hogy 3 hónapig van olyan álláskeresési járadék, ami nyilván szintén már nehezebb feltételek között, de a megélhetést biztosítja, és utána a kormány mindenkinek ad munkát. Ezért emeltük meg a közmunkaszámot, de ezért támogatunk olyan beruházást ösztönző programokat is, amelyek plusz munkahelyeket hoznak létre, és ahol ez a feltétele a támogatásnak. Azt tudom mondani, hogy egyenlőre, és azért ez is azt mutatja, hogy a nagyon rossz várakozásokhoz képest valamivel jobb a helyzet. A közmunkaprogramban a múlt heti adatok szerint 7-8 ezerrel vannak többen, mint voltak korábban. Tehát ha jól emlékszem, akkor 83 ezer valahány százról 91 ezer körüli számra nőtt a közmunkaprogramban résztvevők. Akik elvesztették az állásukat, azoknak jelentős része a szolgáltató szektorban dolgozott, és ezen belül is a turizmushoz kötődő szolgáltatás szektorban, tehát szállodák, éttermek, vendéglátóhelyek. Nyáron azt reméljük, hogy ezek az álláshelyek, ahogy a legkönnyebben szűnnek meg, épülnek vissza a leggyorsabban, de a kormány készen áll arra, hogy további célzott támogatásokat adjon ott, ahol szükséges, és ne felejtsük el, hogy a Kurzarbeit program keretében most is nagyon sokaknak a fizetése egy részét, legfeljebb 70%-át az állam átvállalja és fizeti. A Magyar Honvédséghez csatlakozókról lehet tudni valamit? A Honvédség 1000 munkahelyet hirdet meg első körben, ha jól emlékszem, akkor talán ezt szeptember 1-ével teszi, és utána még 2000 munkahelyet fog, tehát 3000 embernek van lehetősége, hogy szerződéssel a Honvédség állományába kerüljön. Természetesen ez is egy karrierút, de mi sem gondoltuk soha, még ha a sajtóban egyes cikkekben néhányan próbálták ezt így ábrázolni is, hogy 3000 honvédségi munkahelyhez meg fogja oldani a járványhelyzet által okozott munkahelyi problémákat. Ugye, amit én említettem, a Világgazdaság 200-re száma, ha nem tévedek, akkor az egy Kesma kiadvány, és azért is citáltam ide, de akkor már ebben szabad sem... Szabad a sajtó Magyarországon, tehát... De akkor már ebben sem bízhat az ember. Mindenki azt ír, amit akar. Került-e a kormány elé olyan kutatás, hogy a vásárlási idősávval az idősek nagyon elégedetlenek? Erről is lehetett olvasni a sajtóban egyébként hovatartozástól is, függetlenségtől függetlenül. És ezért döntöttek ennek az eltörléséről, vagy ennek teljesen más oka volt?
a legőszintén azt mondom, hogy teljesen más oka volt, mert ugyan mi mértük az elégedettséget az intézkedések kapcsán, de igen magas volt a védett idősávnak a támogatottsága, de ezek szerintem ebben a helyzetben gyorsan változnak, ezért nem is mindig hallgattunk a válság idején a közvéleménykutatásokra. Amúgy se javaslom, hogy valaki csak közvéleménykutatás alapján hozzon politikai döntéseket, mert egyszerűen gyorsan változik a közhangulat. Tehát ha valaki belegondol abba, hogy áprilisban, március végén milyen várakozások voltak, akár a megbetegedések számát tekintve, a német kancellár azt mondta, hogy 60% a német társadalomnak jó eséllyel meg fog fertőződni, és nyilván nem megalapozatlanul foglalt állást, vagy nem biológus szakemberek véleményének ismerete nélkül foglalt állást. Ehhez képest mérsékelt optimizmusra van okunk, akkor is, hogyha nagyon nehéz az öröksége annak a másfél hónapnak, ami kiesett az ország és a magyar gazdaság életéből. Közjogilag mind okolta azt, hogy a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot és a járványügyi készültség a másik törvényjavaslatot nem rendkívüli eljárásrendben szavazták meg, hanem a normál ügymenetet vették itt alapul, szemben azzal, hogy például a koronavírus törvényt azt egy 4/5-ös többséggel és a napirendtől való eltéréssel is próbálkozott a kormányzat, ugyanez nem sikerült, de hogy most pedig kivárták a rendes ügymenetet. Igen, az, amit az elején mondtam, hogy ugyan szerintem nemzeti egységet sikerült létrehozni a járvány elleni védekezésben, de politikai egységet nem. Tehát miután legutóbb sem sikerült megkapni a házszabálytól eltéréshez az ellenzék támogatását, ezért, és a politikai nyilatkozatokból világos volt, hogy ha már ők azt a politikai magatartást választották, hogy semmiben nem működnek együtt a kormánnyal, akkor ez a támogatás itt sem lesz adott. Ezért két választási lehetőségünk volt, hogy sürgős eljárásban próbáljuk meg elfogadni, vagy pedig rendes eljárásban gyorsítással, technikai különbség van a kettő között, az egyik az 8-9 napig tart, a másik 14 napig. Úgy gondoltuk, hogy jelenlegi helyzetben elegendő, hogyha most szűnik meg, és nem 6 nappal korábban a rendkívüli jogrend. Ezzel szemben a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot 192 darab igen szavazattal sikerült átvinni a házon. Ebben az esetben akkor mégiscsak megvalósult a politikai egység is, nem? Miután azt külön választottuk, és ott csak erről kellett szavazni, igen, de a járványügyi készültségről szóló javaslatot az ellenzék nem szavazta meg, és hogyha úgy szűnik meg a veszélyhelyzet, hogy a járványügyi készültségről szóló jogszabály nem tud azonnal hatályba lépni, akkor például mindenki befizetheti a hiteltörlesztő részletét. Ez szerintem nem érte volna meg, ezért jobb volt 6 napot várni, a kettőnek együtt kellett hatályba lépni. Egy utolsó kérdés, hogy indokoltnak tartaná-e a kormány, hogy valamilyen állami kitüntetésben részesítsék Müller Cecíliát? Maximálisan indokoltnak tartom. És erre sor is fog kerülni? A kitüntetésekről egy bizottság dönt, de szerintem vitán felül áll az ő teljesítménye és kiállása egy nagyon nehéz időszakban. Köszönöm. Népszava. Köszönöm szépen, Kós András. A debreceni fejlesztésekkel, illetve a természettudományi múzeum odaköltöztetésével kapcsolatban egy kérdésem, hogy esetleg más városok, Szeged, Miskolc, tehát kelet-magyarországi térség más nagyvárosaival kapcsolatban tervez-e a kormány esetleg hasonló intézkedéseket, hasonló ilyen több 100 milliárd forintot kitevő fejlesztéseket? Hát, hogy ne, nagyon sok városban tervezünk ilyeneket, van egy modern városok program, ami majdnem mindenhol 100 milliárd fölötti fejlesztéseket jelent. Van, ahol a megvalósításban 50-60-70%-on vagyunk, van, ahol még csak egy harmadnál. Tehát majdnem minden megyei jogú városban milliárdos vagy 10 milliárdos fejlesztések fognak megvalósulni, és például miniszterelnök úr most a napokban, bár az a nyugati ország rész, de Győrben járt, ott is az új polgármester úrral, a dézsi polgármester úrral komoly, a 100 milliárdot is meghaladó fejlesztésekben állapodott meg, és lesz például egy Tokaj fejlesztési program is, aminek a részleteiről most tárgyalunk, az is egy nagyon komoly, az egész térséget szerintem pozitívan érintő fejlesztési program lesz, hogy akkor keleti országrészből is mondjak valamit. Köszönöm, egy teljesen más téma, az uniós fejlesztési, illetve hát ugye újjáépítési vagy újraindítási csomag, különböző nevek forognak a közbeszédbe. Tehát ezzel kapcsolatban ugye miniszterelnök részéről különböző, hát hogy is mondjam, minősítések hangzottak el, tehát hogy erkölcsileg nem tartjuk elfogadhatónak, nem tartjuk elfogadhatónak, hogy részbe hitelre épül. Mi a magyar álláspont pillanatnyilag? Nyilván konszenzus kell ahhoz, hogy végül is majd elfogadják, ugye az Európai Tanácsban. Támogatni fogjuk-e végül, illetve van-e már esetleg arra elképzelés, hogy a hitel részét le fogjuk-e hívni?
és hogyha igen, akkor mire költjük majd? A miniszterelnök arra utalt, szerintem nehezen vitatható módon, hogy mintha cinikusnak tűnne a Recovery Fundot, ami kvázi a gazdaság újraélesztését segítette volna, Next Generation, tehát következő generációs támogatásnak elnevezni, mert ebből annyi igaz, hogy azt a hitelt, amit most felveszünk, a következő generáció fogja visszafizetni, hiszen 28-tól 30 éven át kell majd visszafizetni. De ez csak egy elnevezésbeli gyengeség vagy hiba. Összességében a magyar kormány konstruktívan állt a helyzethez, mert tudomásul vesszük, hogy az Európai Uniónak vannak olyan tagállamai, amelyeknek a gazdasága nem elég erős, vagy túlzottan eladósodott ahhoz, hogy túlélje a válságot. És mi ilyen helyzetekben mindig is tudtunk szolidaritást mutatni. Tehát tudomásul vesszük, hogy Magyarországnak is ez lehet egy segítség, de bennünket nem az összeomlást óv meg, és csupán azokat az elveket szeretnénk rögzíteni, amelyek szerintünk elengedhetetlenül fontosak, hogy minél gyorsabb legyen a pénzfelhasználás. Ebben, ha jól látom, egyetértés van, mert mindenkinek az a véleménye, hogy a következő két évben ezeknek a forrásoknak az egészét, vagy legalább 60%-át le kell kötni. És a másik pedig, ami szintén fontos, hogy ne a szegényebbek támogassák a gazdagabbakat, tehát a szegényebb országok rosszabbul nem járhatnak, mint a gazdagabb országok, még akkor sem, hogyha úgy tűnik, ami az egyes az összegek, vagy a támogatási összegek kiszámításakor figyelembe vett tényezőket illeti, hogy uniós kötelezettségek megszegése az lehet pozitívum is. Mert az államadósság, ha jóval magasabb, mint amit egyébként a Lisszaboni szerződés előír, az egy olyan tényező, ami növeli a támogatási összeget. Költségvetési hiány szintén uniós kötelezettség, annak a magas volt az, nem bünteti, hanem jutalmaz az Európai Unió. Tehát vannak ilyen viták, mi ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy egy olyan válsághelyzetben, ami azzal fenyeget néhány országot, köztük az Európai Unió nagy országait is, hogy összeomoljanak, vagy gazdasági, nagyon nehezen menedzselhető gazdasági helyzetbe kerüljenek, ott mi hajlandóak vagyunk szolidaritást mutatni. Lehet, hogy még könnyíti is a következő 7 éves költségvetés elfogadását az, hogy összekapcsolták most ezzel a rendkívüli támogatással. A hitel, bocsánat, hitelre nem válaszoltam. Nincs döntés, még a feltételeket sem látjuk, tehát nem tudjuk, hogy mire lehet majd lehívni. Mi hitelt nem akarunk lehívni, ha csak nem hitel kiváltására. Tehát ha kedvezőbb feltételekkel tudja az Európai Unió ezt a hitelt felvenni, mint ahogy Magyarország hitelt felvett, akkor kiváltásra van lehetőség, de ilyen döntés sincs egyenlőre. Egy gyors utolsó kérdés, teljesen más témában ismét. A több balatoni szövetség vagy balatoni civil szervezet tiltakozott, illetve kértek kormányzati szereplőket, például Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy legalább azokban az esetekben, ahol egy helyi önkormányzat állami pénzből újít fel, vagy fejleszt szabad standot, hogy ne tehesse meg, hogy utána rögtön egyből ugye fizetőssé nyilvánítsa, hogy tervez-e esetleg a kormány ezzel kapcsolatban valami lépést. A helyi önkormányzat nyilvánítsa fizetőssé? Mi nyitottak vagyunk a tárgyalásra. Ugye ezek azért nehéz kérdések, mert ha beleszólunk utána, az önkormányzati autonómiát nem vette figyelembe a kormány, de természetesen ha a támogatás szerződést még valahol nem kötöttük meg, akkor annak akár feltételévé is lehet tenni az ingyenes standlátogatást. Mi nyitottak vagyunk arra, hogy erről tárgyaljunk. Euronews. Siposegyi Zoltán, Euronews. A kúria döntése értelmében ki kell fizetni pénzben a gyöngyöspatai romáknak a kártérítést, viszont tegnap estig beszéltünk helyiekkel, ez a pénz még nem érkezett meg. Beszéltünk a Klikkel is, ők azt mondták, hogy még nem kapták meg a végzést, körülbelül egy ilyen bő héttel ezelőtt. Tehát akkor most kifizeti az állam ezt a pénzt, segíti az állam a Klikket, akár a gyöngyöspatai önkormányzatot, és mikor érkezhet meg maga a pénz? Van egy normális rendje a ítéletek, vagy ha végzésről beszélünk, akkor a határozatok végrehajtásának. Amikor az megérkezik, akkor onnantól kezdve áll be a fizetési kötelezettség jogerős ítéleteknek. A magyar állam eddig is eleget tett, ezután is eleget fog tenni. De akkor azt lehet tudni, hogy... Az a településen véletlenül látványos lesz, hogyha a pénz megérkezett. Akkor azt lehet tudni, hogy a Klikhez megérkezett már, nem érkezett meg? Csak azért, hogy tudjuk, hogy honnantól ketyeg a két hét. Utána fogok kérdezni, arról tudok mindenkit biztosítani, hogy jogerős ítéleteket végre kell hajtani, és a magyar állam ezért ezt meg fogja tenni.
Azt már lehet tudni, hogy Európában szabadon lehet utazni, viszont több százezer ember, több százezer magyar él az Egyesült Királyságban. Ők azért nem jöhetnek haza, mert utána visszatértükben 2 hét karanténba kell vonuljanak. Viszont tegnap a brit egészségügyi miniszter megerősítette, hogy Boris Johnson miniszterelnök már tárgyal bizonyos európai államokkal egy úgynevezett légi híd létrehozásáról. Lehet erről valamit tudni, hogy velünk is tárgyalnak-e, vagy mi akár felvettük-e a kapcsolatot, hogy a visszatérő magyaroknak ne kelljen 2 hétre karanténba vonulni? Velünk még nem tárgyaltak, de ha jók az információim, akkor az Egyesült Királyságban még kijárási korlátozások vannak. Tehát mi egy nyitás pártján állunk ott, ahol lehet, ezért is fogadtuk az Európai Bizottság ajánlását az unión belüli határnyitásra, de ez a járvány fertőzés terjedéséhez nem vezethet. Tehát ahhoz, hogy ez így legyen, nem csak a két kormánynak kell tárgyalni, hanem a virológus szakértőknek is arra az álláspontra kell helyezkedni, hogy komoly kockázattal nem jár az, hogyha már nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik az Egyesült Királyságba érkeznek. Tehát akkor a magyar kormány külön nem fog tárgyalásokat indítani a magyarok hazatérésével kapcsolatban? De mi nyitottak vagyunk arra, hogy bármelyik kormánnyal tárgyaljunk, akár határnyitásról, akár légihídról, csak a biztonság és a fertőzés terjedésének a megakadályozása azok olyan szempontok, amelyeket figyelembe kell ilyenkor is venni. A különböző világ különböző pontjain élő magyarok hazahozataláért nagyon, vagy emberek hazahozataláért nagyon kevés kormány tett annyit, mint a magyar kormány a magyarok hazahozataláért. És végezetül egy teljesen más téma, a Maliv Ground Handling, a hát lényegében csődjéről. A vagyonkezelő elkezdte a felszámolást. Miért döntött úgy a kormány, hogy igazából elengedi a kezét, és mi lesz azzal a több mint 400 alkalmazottal, illetve az eszközökkel, ami hátra marad? Gazdasági döntés született. És a felszámolási eljárás általános szabályi szerint kell eljárni. Köszönöm szépen. Magyar Hang. Bodac Péter vagyok, a Magyar Hangtól. Előjáróban szeretném megköszönni, hogy a korábbi hetekben, hónapokban is elhangoztak a kérdéseink, és válaszokat is kaptunk rá. Az első mostani kérdésem az egyetemi átszervezést illeti. Ugye 6-7 egyetemről van szó, amelyek most az nyár folyamán kerülnek át alapítványi vezetés alá, és ugye kuratóriumok fognak az egyetemeket illető kérdésekben dönteni. A korábbi kormányzati bejelentések arra engednek következtetni, hogy az egész, hogy az egyetemi életnek az átalakítása az nem fog ennél a néhány intézménynél megállni, hanem további intézményeket is érinteni fog. Igaz ez a következtetés, ez most egy kísérleti jellegű átalakítás, miről lehet szó, mire lehet számítani ezen a téren? Kísérleti jellegű, mert nyilván meg kell várni utána az első tapasztalatokat, és hogyha ezek meglesznek, akkor mi nem zárkózunk el attól, hogy akár tovább is haladjunk. Miután a Színművészeti Egyetem kapcsán itt már merült föl kérdés, azért csak annyit tudok ma elmondani, hogy én úgy gondolom, hogy azok a felsőoktatási intézmények jól járnak, akik ebbe a körbe kerülnek. Tehát szerintem a sokkal szabadabb működésük lehet, könnyebben tudnak forrásokra is pályázni, és az állami befolyás egyébként megszűnik az egyetemeken, és az egyetemi autonómiát eddig mindenki értéknek tekintette. Tehát én ezt egy jó kísérletnek tartom, de miután előzmény nélküli, azért nyilván érdemes megvárni az első tapasztalatokat. A mostani intézmények milyen kritériumrendszer alapján lettek kiválasztva? Szaktárca előterjesztése szerint, tehát az ITM terjesztette elő, mint a felsőoktatásért felelős minisztérium. Köszönöm. A következő kérdésem az egészségügyi eszközöknek a beszerzésével kapcsolatos, még pontosabban lélegeztető gép beszerzése kapcsán szeretném kérdezni, hogy elképzelhető-e, hogy a beszerzések folyamán, ugye miniszterelnök úr is utalt rá, hogy főleg a tavaszi időszakban meglehetősen nehéz volt bármilyen eszköz beszerezni a kínai piacról, vagy bármelyik világpiaci helyszínről. Elképzelhető-e, hogy ezen a téren történt-e hiba, mulasztás, történt-e olyan dolog, hogy akár az ország, ahonnan beszállításra kerültek készülékek, illetve akár a mi hibánkból, vagy a magyar állam hibájából valamilyen probléma adódott a lélegeztetőgépek beszerzése terén? Hát, attól függ, hogy mit ért probléma alatt. Tehát nyilvánvaló, hogyha nincs egy rendkívüli helyzet, ahol az egészségügyi ellátás biztosítottsága az
szinte kizárólag a légeztetőgépek meglétével függött össze, akkor nem így kell beszerezni, és nem így szerzünk be. De egy rendkívüli helyzetben viszont szerintem minden döntésnél helyesen jártunk el. A cél az volt, mert ez egyértelmű véleménye volt a matematikusoknak és filológusoknak, hogyha 8-9 ezer lélegeztetőgép rendelkezésre áll, akkor akármilyen gyorsan terjed a vírus, nem állhat elő olyan helyzet, még a ábrának a legmagasabb pontján sem, vagy a grafikonnak a legmagasabb pontján sem, hogy annyi fertőzött ember legyen, hogy ne jusson mindenki a súlyos állapotban lévők közül lélegeztetőgéphez. Ennek az elérése életeket követ, vagy ennek az el nem érése életeket követelhetett volna, az pedig, hogy gyorsan tudtunk lépni, az meg életeket menthetett volna. Tehát szerintem helyes és indokolt volt az eljárás. Érdemes áttekinteni az egyetértek a szabályokat, mert ilyen rendkívüli helyzet előállhat, és hogyha egy rendkívüli helyzetben kell vásárolni, akkor természetesen mindenki áttekint azoktól a szabályoktól, amelyek egy normális időszakban vásárlásra vonatkoznak. Ez természetes. A kérdést az indokolta, hogy a lapunk feltárta, hogy olyan készülékek is kerültek intenzív terápiás kezelésre szolgáló osztályokra, konkrétan a COVID betegek kezelésére szolgáló osztályokra, amely készülékek nem alkalmasak arra, hogy intenzív terápiás kezelésben használják ezeket, sem a gyártónak a leírása, és hát a WHO ajánlásának sem felelnek meg ezek a készülékek, dacára annak, hogy önök, illetve az egyetemek is arra hivatkoztak, hogy a WHO ajánlásának megfelelő berendezések kerülnek a kórházakba, oda, ahol a covidos betegeket kezelnek. Eljárás a következő volt, hogyha megérkezett egy repülőgép olyan szállítmányon, ami volt lélegeztetőgép, akkor ezeket kipakolták, szokásos vagy gyorsított, de vámeljárás alá vették, és utána ott orvos és katona is jelen volt, megnézték, hogy pontosan annyi érkezett, amennyit vettünk, tehát a készletgazdálkodás elvei szerint ezért a katonaság felett, és a szakmai alkalmasságát pedig az orvosok ott beüzemelték, és csak azokat vitték tovább, voltak természetesen hibás termékek is, amelyek alkalmasak voltak a jelenlévő orvos szakértő vagy orvos szakértők szerint arra, hogy betegeket lássanak el. Ez volt az általános eljárásrend. Köszönöm. A következő kérdésem, maradva az egészségügynél, illetve a gazdasági élénkítés szempontjából nem elhanyagolható beruházásoknál. A Szent János Kórháznak a felújításával kapcsolatban van kérdésem. 2018 őszén ön Pokorni Zoltánnal, illetve Varga Mihállyal közösen jelentette be, hogy a Szent János Kórház megújul. Első körben közel 500 millió forintot adtak jóvá arra, hogy a tervezési munkálatokat elkezdjék, elvégezzék. Aztán több mint egy évvel ezelőtt kérdeztem rá itt a kormányinfo alkalmával arra, hogy mi a helyzet ezzel a beruházással. Akkor ön azt mondta, hogy legjobb esetben is májusban, tavaly májusban, tehát 2019 májusában írhatják ki a tendert a tervezésre. Most 2020 nyara van, 2022-re, tehát a következő választási évre ígérték azt, hogy a Szent János Kórház felújításával végeznek. Mi a helyzet ezen a téren? Részsikerekről tudok beszámolni. A héten például a teljesen felújított meddőségi centrumot adtuk át Kásler miniszter úrral. Korábban a járóbeteg ellátást sikerült szinte teljes egészében felújítani. Valóban a kórház újjáépítése is a feladatok közé tartozik, és a tervezéssel is csúszásban vagyunk, de a közbeszerzés reményeim szerint néhány héten belül meg fog jelenni. Mi az oka ennek a csúszásnak, hiszen itt nincsen semmilyen olyan probléma, mint ami Budapesttel, akár a Lánchíddal kapcsolatban felmerül, hogy a városvezetés, illetve a kormány eltérő elképzelések mentén képzeli el a felújítást. Tehát ugye a Szent János Kórház esetében ilyenről nem lehet beszélni. Ez kétségkívül igaz, vannak olyan állami szervek, amelyek lassabban működnek, mint ahogy kellene. Mely szervek ezek? Már itt ezen a fórumon néhányszor megemlítettem őket, úgyhogy... Mi? Nem. A lettség probléma van. Igyekeztünk nekik segíteni, ha nincs elég munkatársuk, próbálunk nekik szerződtetni, de tehát azon vagyunk, hogy a lehető leggyorsabban a tervezési közbeszerzés kiírása megtörténjen, és onnan már talán gyorsabban fog sokkal zajlani a folyamat. A 2022-es időpont akkor legalábbis a céldátum, hogyha jól értem, akkor nem tartható. Hát 2022-re a legtöbb, amit elérhetünk, hogy olyan állapotban lesz az építkezés, hogy mindenki számára
egyértelmű lesz annak visszafordíthatatlansága. Köszönöm. Utolsó kérdésem a Malév GH gyakorlatilag csődjét illeti. Ugye ez az a társaság, amely 2017-ben 4,6 milliárd forintot kapott reorganizációra. Ez az a társaság, amely korábban 21 millió eurónyi állami támogatást kapott olyan módon, hogy ezt az Európai Bizottság vizsgálja, tiltott állami támogatást feltételezve. Tehát több mint 10 milliárd forintnyi összegről beszélünk, amit ez a vállalat a 2012-es Malév csőd után kapott, és most ott van, hogy fizetésképtelenségre hivatkozva húzzák le a rolót. Elfogyott több mint 10 milliárd forint. A kormány, illetve a Nemzeti Vagyonkezelő ebben a tekintetben folytat-e vizsgálatot, hogy a gazdálkodásban milyen hibák történhettek, mi történt végül a reorganizáció, hova egyáltalán történt-e bármilyen lépés, hiszen a 2018-as mérlegadatok alapján semmi nem látszik ebből. Hát az látszott, hogy kizárólag állami forrásoknak köszönhető volt az, vagy döntően állami forrásoknak volt köszönhető, hogy 8 évig egyáltalán sikerült a társaságot működtetni. A felszámolás alatt pedig az, hogy milyen vagyona van a cégnek, az világosan mindenki számára ellenőrizhetően ki fog derülni. Nem tartja az problémásnak, hogy egy olyan iparágban dőlt most be egy cég, igaz, hogy március óta válság van, amely az elmúlt években rendre kétszemegyű bővülést produkált, legalábbis a budapesti légipiacon mindenképp. Ugye pont ezen a piacon dolgozott a Malév GH is, amely mindennek a hatalmas piaci bővülésnek ellenére csak mínuszokat, adósságokat tudott termelni. Jó. Valójában a kérdésben a választ is megadta a kérdésre, miután a légiforgalom az március óta leállt, ezért egy olyan gazdasági társaság, aminek a fenntartása az állami támogatás nélkül eddig is nehezen volt lehetséges, nem csoda, hogyha csődbe ment. Az állam ebben felelős? Vagy a válság a felelős érte? Nyilván az egy legitim vita, hogy 2012-ben már kellett volna elhagyni csődbe menni a céget, vagy sem. Az állam szerintem abban nem felelős, hogy egy olyan válságidőszakban, amikor a légi közlekedés 3 hónapra szinte teljesen, vagy 2,5 hónapra szinte teljesen leáll, akkor egy ezzel foglalkozó, ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó társaság csődbe megy. Még a társasághoz kapcsolódó kérdés. Egy évvel ezelőtti történetről van szó, amit először az Index írt meg. Mégpedig ez a történet az arról szól, hogy a Malév GH a Wizzair szerződött partnereként tömegével vert át az utasokat. Tehát egy állami cég tömegével vert át utasokat, azokat az utasokat verték át, akik, és ezt a Wizzair is megerősítette, hogy akik a repülőtéren kívánták a becsekkolás folyamatát elvégezni. Ez a repülőtér árszabása, vagy a repülőtársaságnak az árszabása szerint 30 euróba kellett volna, hogy kerüljön, ehhez képest több mint 20 ezer forintot hajtotta be ezektől az ügyfelektől a Malév GH munkatársai. Ebben az ügyben indult tavaly gazdasági versenyhivatali eljárás is. A kérdés az, hogy az ilyen módon, és úgy tudom, hogy ez még nem zárult le, kérdésem az, hogy az ilyen módon megkárosított ügyfeleket, ezeket egy ilyen csődeljárás, illetve felszámolási eljárás közepette milyen módon tudják kárpótolni, ott, ahol ez természetesen igazolást nyer ez a probléma. A felszámoló közleményben hívja fel az én ismereteim szerint igényérvényesítésre mindazokat, akiknek a társasággal szemben bármilyen anyagi igényük van, és ekkor lehet védetten és első körben, ha jól emlékszem, 1 hónapon belül, és 12 hónapon belül pedig az ezt követő körben igényeket bejelenteni. Ez a konkrét visszaélés, tehát hogy tényleg utasok tömegeit veri át egy állami cég. Ebben a tekintetben akár a Nemzeti Vagyonkezelő, akár magasabb szinten a kormány foganatosította, indította bármilyen fajta eljárást, vagy nem indított semmit. Miután, hogy ön is említette, egy gazdasági versenyhivatali vizsgálat van folyamatban, a kormány kötve van ahhoz, hogy ezeknek az eljárásoknak az eredményét várja meg. Tehát belső eljárásnál volt akár a vezetők felelősségét filtatandó. Én azt tudom, hogy egy gazdasági versenyhivatali eljárás indult, és annak még miután nem zárult le, határozatból adódó következtetéseket nem tudunk levonni. Ennél mélyebb részleteket nem ismerek a konkrét ügy kapcsán. Ott ugye a Wizzair kötött szerződést a Malév GmbH-val. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen akkor, hogy ma is velünk voltak. Köszönjük szépen. Következő alkalommal találkozunk. Viszlát.